Show. A legviccesebb, legmegdöbbentőbb, legkiág... Na mindegy. És a többi, és a többi. A többi tegyétek hozzá. Készült egy kutatás, ahol férfiakat és nőket vizsgáltak abból a szempontból, hogy ki beszél többet az ágyban. Ez ugye egy misztikus terület. Nem csak azért misztikus, mert hogy nem nagyon emlékszünk már rá, hogy ott mi történik. Igen, és mindenki csak legendákat mesél róla. Legendákat hallunk, de hát ennyi házasság után az ember már csak aludni jár az ágyban. Nem, nyilván csak humorizálunk, nem erről van szó. Megállapították, hogy általában a nők és a férfiak is tudnak váratlan dolgokat mondani úgy az ágyban, hogy a partnernél ez teljes csődöt okoz. És a kutatás arról szólt, hogy megnézték, hogy kik azok, akik többször beszélnek, mondanak dolgokat az ágyban, inkább a nők, vagy az inkább a férfiak, és kiderült, hogy a férfiak jobban szeretnek az ágyban hangot adni annak, amit jelen pillanatban éreznek, vagyis többet beszélnek az ágyban, viszont többször is mondanak váratlan, oda nem illő, vágyló dolgokat, amivel a női partnerek nem tudnak mit kezdeni. És arra gondoltunk, hogy foglalkozunk a témával úgy, ami abszolút rádióbarát is lehet róla beszélni. Nyilván minden hallgatónknak, aki már felnőtt, vagy hát legalábbis nagykorú, és él ugye házas életet, vagy valami hasonlót, volt már a repertoárjában egy olyan mondat, hát ami nem kellett volna. Ami vagy kicsúszott, vagy nem kellett volna, vagy nem odaillő volt, vagy volt egy randia, egy egyészakás randi, és ami olyan megdöbbentő dolgot mondott neki a nő, hogy legyél kakas, vagy... Igen. Ezt hallottad, hogy legyél kakas? Én gyerekek, órákat tudnék mesélni. Legyél kakas. Nagy dolgokat hallottam én már nagy műsorszámokban. De nem akarom holnap viszont látni magam egy bulvárlap címlapján, hogy miket hallottam én ágyban, hogy mi volt a legoda nem illőbb, mi volt a legmegdöbbentőbb dolog, amit hallgatóink nőtől, férfitől, egyiszakáskalantól, baráttól, ex-től az ágyban hallottatok, ami most nem arról szól, és nem magára az együttlétről, hogy ki milyen legyen és mennyire durva, hanem tényleg nem illett oda, hirtelen jött, felröhögtetek, és nem tudtátok hova tenni. Egy ilyen szerintem mindenkinek van. Legyél kakas, ti nem hallottatok még ilyen? Nem. És azon nem gondolkodom, hogy hogy vagy kakas. Nem, a palántász be Bálint gazda. Nálad itt megáll. Hogy hogy vagy kakas, közben? Mi az, hogy legyél kakas? Ezt nem én hallottam. Nekem egy hallott sztorim, hogy egy nő egyszer egy barátomnak ezt mondta, hogy legyél kakas, és tovább csinálták fél óráig, és a csávó nem tudott koncentrálni, végig azon gondolkozott, hogy most mit csinálja. Kukorékolja, kaparjak a szemét dombon, öljem meg a többi kakast, legyek durva, csípkedjelek a csőrömmel. Bubozzalak meg. Bubozzalak meg, tehát a nő odaszólt egy barátomnak, ez egy egyeszakás kaland volt, nagyon nagy szeg, óriási, és egyszerűen a nő fél egykor fölordított, fogta, legyél kakast. Azóta ez ebben a társaságban nálunk 10 éve egy ilyen vita téma, hogy mit akart a nő ezzel, hogy legyél kakas. Tehát nem derült ki, nem kérdezte meg az illető, de nyilván mindenkinek van ilyen. Persze. Egyszer egy nagy mondat, amit vagy te mondtál, vagy a párod mondta, vagy a kalandot mondod, és azóta se tudod elfelejteni. Azóta se tudod a elfelejteni. A tojócsövé. Kik a beszédesebbek, nők vagy férfiak? Szerintem a nők. A nők ott beszélnek többet, igen? Nem, bár a felmérés azt mondja, hogy a férfiaknak mennyi jobban a duma. A baj az, ha közben telefonon beszélget, ugye? Az igen, igen, és ha más nevét mondja, még igen. Ez a klasszikus. És akkor arra gondoltam, hogy a teflonosat nem veszek, mert azt fel lehet kapar, és szerintem, ha odafigyelünk az alulra, azzal sem lehet semmi gond. Nem kap benne oda az étel. Végeztél? Mondja mindezt a barátnőjének telefonon, miközben te nagyon, nagyon. Nagyon kavarsz. Na, te drága hallgatók, ez a témánk, jó? A kutatást mi most abból a szempontból nem boncolgatjuk, hogy igazat adunk, hogy a férfiak vagy a nők, ez teljesen mindegy. Jelen pillanatban nem is annyira számít, viszont az egy megdöbbentő mondat, amit az ágyban hallottál, abban azért mi nagyon hiszünk, hogy itt lehetnek érdekes dolgok. Nektek előző exek semmi, soha? Ami a publikus, nagyon durva, semmi, de, nem? De nem, volt nem, egyszer egy kalgonnal a mosógép is további. nem volt ilyen neked, hogy mit tudom, János vedd le a sportzoknit, vagy nem? Majd azt nem annyira döbbentett meg? Nekem volt egy nagyon kellemetlen élményem, még a közös pályafutásunk elején, előtt. De tényleg nagyon-nagyon az elején, amikor másik nevet mondtam. Belőle csúszott ki másik név? Igen, és azt még mindig hallom. Tehát, hogy így időről időre az mindig így felmerül. Egy női név volt, elején... vagy férfi név? Hát ráadásul férfi. ugye nem mindegy. Nem mindegy, hogy milyen nevet mondtál. És Grósz Károly. Karcsi. Nem, női név volt, és ráadásul egy közös ismerőse. Ajajajaj. És voltál vele? Nem.
Nem. Aha. Nem. De ahogy hallom, lettél volna. Benne volt. Tehát ahogy hallom, benne volt a pakliban, hogy lettél volna. Igen, de ezt a nők egyébként kicsit túl reagálják. Hát, igen. Hát tényleg. Nézd, hát most ha 8 év házasság után kimondasz egy másik nevet, az valóban megrendítő lehet. De most az elején, amikor még csak egy ilyen kis körbeszimatolás, kis kertészkedés, kis finom maszatolás megy, ott bedobsz egy Gabit az Iré helyett, akkor igen, azért azt még megbocsátható. Az, gyere Gabi, én is jöhetek? Kérdezte Irén. Irén vagyok, jöhetek, én is odaférek, igen. Nálad valami nagyon oda nem illő csajtól, hát azért te is hasítottál a málnásba régen. De szép oda, idők voltak azok. Oda-oda éregettél azért te is a nyolcason, fölértél. Semmi durva? Semmi. Nem? Valahogy, én annyira legyűgöző voltam biztos. Hogy mindegyik elhallgatott. Hogy igen, azt mondta, hogy legyen már vége, majd menjek haza. Igen, fogták a fejüket. Miért kellett ez? Szóval nem volt nagy mondat. Nekem utána volt. Tehát de közben nem, utána voltak olyanok, hogy... Hát utána már. Azt már ér? Tehát akkor utána lehet már... Hát azért akkor se lehet azt mondani. Azt betudható az eufóriának. Nem, igen? A kicsi oxigénhiányt idéztél elő, és ott a csaj össze-vissza beszél. De utána mi? Hát utána volt ilyen egyszer, hogy na ezért kár volt. Szerintem amit az nem akarsz, jó. Amit nem igen. akarsz hallani. Igen, de úgy ment ki a fürdőszem, és na ezért kár volt. Mondom, baby, akkor meg is vagyunk, én is ezt gondolom, szia. De én bírtam az ilyen nőket, a legalább őszinték voltak. Egyébként az jó, csak máshogy is lehetett volna csomagolni. Na, egy mondat, amit az ember, nem is azt mondom, hogy nem akar hallani, tehát ne olyanokat írjatok, amit nem akarsz hallani, ebből van 100. Amit hallottatok, mondták nektek, és nem tudtátok abban az adott pillanatban, hova tenni. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csörög a kassa? Nagyon vártam, hogy meddig kell várni ezen a héten az első 100 forintost. Hát 3:49-ig. Dobd be a pénzt, így van. És én nekem ma még nem kellett dobnom egyébként. Na, egy olyan vicces témával foglalkozunk, így van. Halljuk. Én mondjuk egyszerre verek el sokat, te apróba, ugyanannyit. Hagyj, dobd csak be oda, így van. Arról beszélgettünk, hogy egy amerikai kimutatás szerint... Összehasonlították, hogy kik beszélnek többet az ágyban, a nők vagy a férfiak, és arról beszélgetünk, hogy igaz lehet ez a kutatás, hogy tényleg a nők beszélnek többet, tényleg a férfiak beszélnek többet, és ha már beszéd ágy közben, nyilván aki tapasztaltabb a témában, és ha jó jelöltben, már nem látom, és nyilván aki tapasztaltabb a témában, és van tapasztalata, az tudja, hogy nem tudsz úgy meghalni, hogy legalább ne legyen egy nagy mondat, amit hallottál, amit te mondtál, amit meséltek neked. Mindenkinek van ilyen élménye, hogy mi az egy mondat, ami kizökkentett, ami megdöbbentett, és amit egész egyszerűen nem tudtál hova tenni az ágyban. Mindenkitől van ilyen, vagy mindenkitől jön ilyen. Vagy mindenkinek mondanak ilyet, nem? Vagy te mondod, vagy neked mondják. Igen. Hát, tudnék én is mondani ilyet. De ez nem az én számból hangzott el. Ne felejtsem el, holnap ebédbe fizetik. Na, én ilyenekre gondolok. Tehát ilyenekre gondolok, ami nem konkrétan nyilván értelemszerűen az együttlétről szól, hanem valami teljesen oda nem illő. Na, nézzük az SMS-eket. Barátnőméknél a szobában ment minden, aminek kell. Anyáék, ha legyen ön is millió, most bömböltették a másikban. Nagyon beindultunk már, jött a 3 millás kérdés, hajszál csövesség idegen szóval. Töketlenkedett a játékos, a barinőm nem, én pedig már nem bírtam tovább, egyszer csak kiortítottam a megfejtést, kapilláris. Röhögésben törtünk ki, aznap már nem volt semmi, ez Joe küldte nekünk. Kapilláris. Egy iszakás kaland, a csaj csak annyit sugott, hogy szereted a füledet? Nem tudtam hová rakni, ezután végig a jobb fülemet harapta. 3 napig kétszeresére volt duzzadva a fülem. A haverok azóta emlegetik. Hali, a feleségem aktus közben felkiáltott, a mosógép lejárt. És tényleg lejárt. Ezek a nagy mondatok. Igen, ez a szép. Azért családos emberek, azok tudják, hogy azok a nagy pillanatok, illetve a nagy pillanatok akkor jönnek el, amikor elindítottad a mosógépet. De arra mindig oda kell figyelni, hogy nehogy lejárjon közben. Így van. És tényleg lejárt. Feri küldte nekünk. Csak annyit mondott a csaj, siessek, mert már aludna. Szatyi küldte nekünk. Azt mondja, nekem annyit mondott a lány, miután végeztünk, mindjárt hozok valamit. Kiment, és behozott egy gügyögő csecsemőt mellém az ágyba. Igen, azóta azon merengek, hogy mi történhetett. Nekem 20 éves koromban volt egy 30-as csajom, mikor együtt voltunk, hihetetlen dolgokat mondott, folyamatosan kiabálta, hogy adjad neki, kenjed neki, ne sajnálj!
Teljesen becsődöltem így egy hallgató. Azért egy nő szájából ez az agyat neki kenjen, neki ne sajnál. Ne sajnál. Nyomd a gáz, ne sajnál. Teljesen becsődöltem, írja egy hallgató. Aztán egy, micsoda, igen. Este a párom szeretget, és közben megszólal. Neked köldök sérved van. Végigment a testen. A mondat, igen, amit nem akarsz hallani. Neked köldök sérved van. Bendegúz küldte nekünk. Ne, egyébként szimpatikus. Én egyszer érdeklődtem, hogy mégis milyen vagyok, majd 20 év házasság után azt a választ kaptam, nekem veled is jó. Na, azóta nem érdeklődöm. Igen. Gyula írta nekünk, én már hallottam ezt a mondatot együttlét közben. Ó, de jó lesz, most egy csokit voltam. Nem nagyon tudtam hová tenni. Egy forró nyári éjszakán azt mondta a lány, a fülembe súgta, úgy szeretnélek látni férfival szeretkezni. Balázs írta nekünk, köszönjük szépen. Tőle megkérdezte a hölgy, hogy zavarna-e, ha Zsanettnak hívna. Azért, amikor te Gábor vagy, és a csaj megkérdezi a fületbe súg, hogy legyél Zsanett. Kiderült pár hét múlva, hogy barátnője van. Aktus közben kérdezi a feleségem, vettél krumplit? Na, a legjobb. A legjobb. Elszállt a romantika, Roli küldte nekünk. Legmeglepőbb az volt az eddigi 15 év alatt a férjemtől rohadt fakocka. Ezt nyomta folyamatosan, nem értettem. Kiderült, hogy a térde alatt maradt a gyerek játéka. Az ágyúban azóta se felejtjük el. Ancsi küldte nekünk. Az a baj, egy csomó minden nem lehet beolvasni. Cináld. Cináld, cókold a cicimet. Bírnád röhögés nélkül, kérdezi egy hallgató. Nagyon szellemes, köszönjük szépen. Párommal benne voltunk a sűrűjében egy fárasztó nap után, egyszer csak azt mondta, 28. Kérdezem, hogy mi 28? A függönykarika számom. Csodás. Itt nem is a szó van. Én az ilyen mondatokra gondoltam. De hát, hogy ő közben meg tudja számolni. El kell rajta az gondolom. Egy, kettő, három. Azért, amikor már negyed a függönykarikát számolja, azért ott nem? Tehát azért az érdemes, igen. Na, ezen nyugoróra is tértünk, ezt Peti küldte nekünk. Hasonló a következő SMS. Egyik ismerősének szexuszben a felesége, aki alul volt, a következőt mondta. Ráférne egy festés a plafonra. Amit nem akarsz hallani. Amit nem akarsz hallani. Azt mondja, hogy... Na, várjál még, mi az, ami még beolvasható? Van, amit még nem olvastam be? Van. Sárga? Sincs rá. Aha. Igen, bejelölted? Aha. Na, csak a nagyon lájtosokat. Igen. Az autósat kijelölte be. Nem én voltam. Én a kutyásat. A kutyás, nem tudom, mondd melyik a kutyás? Hát a úriember írta, hogy egyszer a szeretkezés közben a felesége a kutyájuk nevét kívánta. Azt nem akar, hogy mondod, Buksi? Gyere, Buksi! Igen? Gyerekek, mindenkinek van nagy mondata. Jó, hát a többi sajnos nem beolvasható. Vannak durvábbak, csak az egy éjszakai műsorban. Éjszakai műsorban férne bele, igen. Aktus közben, Jani, te hallottad már, hogy megstoppoltad az összezoknit? Kérdezi egy hallgató. Figyeljtek, gyerekek, én ennyi mindent tudnék mesélni. Úristen. Na, csak a felét. Nem. A negyedét. Tizedét. Nem. Jó, akkor... Egyet. Csak amiket a Viki mond. Ez a kakasosztorit is úgy kellett elmondanom, hogy barátnak az ismerősem. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Na, ahogy ígértük, vendégünk van itt a stúdióban, ráadásul nem egyedül jött. Hát, ez az, aminek nem örülök. Igen, és érdekes, hogy milyen itinereket kaptunk, hogy mi ne legyen a stúdióban. Horkai Zoltán, filmes állatkoordinátor a vendégünk. Hello, Zoli, jó reggel! Ciao. Hoztál magaddal egy igazi farkast, gyerekek. Nem farkas kutyát, nem farkasnak látszó állatot, hanem itt most bent a stúdióban, Feri legnagyobb örömére egyébként, egy jól megtermett farkas
kolbászol csak így itt a lábunk között. Mert nagyon aranyosan azt is megtetted, mert a mi barátunk vagy, Zoli, köszönjük, hogy levetted a pórázt a nyakáról. A csávó vagy hölgy? Csávó, igen. A csávó, Balázs felé közeledik lehet. Nelson admirális mögöttem leföl, de most kiszúrt téged engem magának. De kedvel hogy... egyébként úgy néz ki. Hát jó, hogy ülsz, mert így nem tud a seggedbe harapni. Tetszett a felirat, amit Júli nekem ideért így a cikk alá, hogy kaja ne legyen elő, gyermek ne legyen a közelben. Ezt te kérted? Igen, ezt én kértem, mert ha kaja van elő, akkor azt megeszi, meg itt felugrik az asztalra, ott látom, hogy ott a csészél. Ez a kávé, igen, amit kávé, ittam, illetve egy kis zabot ettem. Az neki tök mindegy, lehet, hogy fölmegy. Egyébként, ha oda dugod az orral, akkor ki is nyalja a bögrét. Tényleg? Kávézik? Szép tiszta lesz, így van, odaadhatod a Janinak utána. Az, hogy gyerek ne legyen itt, az meg azért van, mert tudtam tegnap, hogy ezt hozom be. Nem, nekem is van kettő. De ő viszont igen. Tehát ő nem komoly. Nem szeretjük, persze, és ezt egyszerűen el kell ismerni. De miért? Mert kisebb, mint ő, és az zavarja? Vagy Prédának tekinti. De nem mindegyik van így vele egyébként. Tehát ez például marha jó kijön az egyik muflonommal, és az ugye egy ilyen préda állat kéne, hogy legyen neki. Érthetetlen módon ez tök jobban van vele. Tehát ha összerakom a kettőt, akkor nem bántják egymást. Időnként a muflon úgy oda stukkol egyet neki. Tudod, ez a csigás állat. Mm-hmm. Tudom, igen, azért szarva. köszönöm, aranyos vagy, minimális biológiai viszont, ismereteim igen, vannak. Viszont. Igen, már ütöttem is Google képkeresés muflon, megvan. Az a csigaszarvas, köszönöm. Meg úgyis tudjuk, hogy neked is a Szilágyi mutatta meg, hogy melyik a muflon. Persze. Ők együtt nőttek föl, azért szeretik egymást? Mert mindig azt hallom, hogy amikor egy kutya-macska jóba van például, akkor ugye kiskoruktól kezdve együtt vannak. Ők is kiskoruktól? Nem. De a macskánál sem, meg a kutyánál sem feltétel egyébként. Ha a kutya nem érte macskának a jelzéseit, az a legjobb, mert akkor nem tudja, hogy mi van, és akkor lehet, hogy nem bánja. Meg gondolj bele, Feri, hogy te is hány kis malacsal nőttél fel együtt, aztán jött az a végzetes nap. Istenem, akkor még nem tudták. Az állatok ellen fordult el, igen. Zoli, az, hogy valaki filmes állatkoordinátor, az mennyiben különbözik attól, hogy valaki állatidomár? Hű, én ezt a szót nem is szeretem. Tehát megkülönböztetem az idomárt, a kiképzőt, meg a koordinátort. Mi is képzünk állatokat, csak ezeknek a vadállatoknak a hajlandósága arra, hogy ezt a feladatokat megcsinálják, amiket tanulnak, az egy kicsit más, mint a képzett domestikált állatoknál. Ugye ezek nem emberfüggők. Az idomár az pedig nekem valahogy mindig ez a cirkusz útról eszembe, a régi idő cirkusza, ahol még mondjuk ilyen nem túl pozitív módon nevelték az állatokat, hanem inkább negatív ráhatással. Ostorra. Mondjuk ostorra. Például. De mit tudom én, a medvénél próbálták kihozni ezt a Pavlovi reflexet, hogy álljon föl, tüzesvaset tettek a lába alá, közben mutatták a kezüket, hogy na föl, és akkor a medve megtanulta, hogyha mutatják a kezüket, akkor jön a tüzesvas, tehát föl kell állni. Tehát mi ilyeneket nem csinálunk. Tehát mi inkább koordináljuk az állatokat, már csak azért is, mert ez egy ragadozó, embertől teljesen független, nem domestikált jószág, és mint említettem, nem mindig akarja megcsinálni azokat a feladatokat, amiket kérünk tőle, de mégis a rendezőnek nem mondhatjuk, hogy na most ezt nem fogja megcsinálni. Uh-huh. Tehát valamilyen úton módon ki kell belőlük csalni. Jó, arról majd beszélünk, nyilván odaérünk, hogy milyen trükkök vannak, hogy ha a rendező tőled olyat kér, hogy tudod megcsinálni, amit olvastam, itt azért vannak érdekes rendezők és érdekes kérések. Viszont ami nagyon érdekes, hogy te már gyerekkorodban mondtad a szüleidnek, hogy te szeretnél egy farkast, mert azért ez nem olyan, hogy egy játékot, egy matchboxot, egy nem tudom, egy katonát, tehát ezt azért így ritkában mondják. Ez olyan, mert olyan persze. Vagy a sok gyerek kér, de kinövi. Tehát, hogy... Van, aki kinövi, van, aki nem növi ki. Nem tudom neked megmondani egyébként, hogy miért pont a farkas, ezt sokan megkérdezik, de szerintem a kisgyerek sem tudja megmondani, hogy most miért balettozni akar, vagy miért éppen boxolni, tök különböző a kettő, de valamelyiket akarja, vagy éppen nem. Inkább azt tudom mondani, hogy talán még nem tudtam olvasni, nagyanyám olvasgatta nekem ezeket a Jack London sztorikat, aminek ugye a valóság alapja nem nagyon volt, hogy a Buck az egy, de meg a fehér agyar. De szerettem, persze. És a film változata is milyen jó volt egyébként. Kutya-farkas keverék, mert azért a vadonban a kutya az inkább a vacsorája a farkasnak, mint a hálótársa. Ezért is nem szaporodtak el ezek a hibridek mostanában. Na, a lényeg az, hogy akkor engem valahogy ez megfogott, és aztán később egyre többet tudtam ezekre az állatokról, és aztán, amikor már több mint 20 évvel ezelőtt kezdtem, együtt kezdtem velük élni, akkor ez a szeretet, vagy ez a szerelem, ez egy-egyre erősebb. Hány állatod van most összesen? Hát több mint 100. Több mint 100? Több mint 100. Farkasból mennyi van? 18. Mi a legkülönlegesebb?
a 130-ból? Hát mindegyik más, tudod, farkasból is van, amely különlegesebb, van, amely kevésbé, van, amely közel áll a szívedhez, van, amelyik nem. Tehát aki azt mondja, hogy nincs kedvencem, az hazudik. Tehát ti is egymást nem egyformán szeretitek. Nem, tehát... Na, jó, de hogyha most azt mondod, hogy, hogy te a legkülönlegesebb egy gyöngytyúk. Mert az, ami a legintelligensebb. Volt egyébként ilyen, pont egy gyöngytyúk, az sajnos a párja az bekeveredett a vaddisznókhoz, akik csúnyán végeztek vele és megették. És aztán ez a gyöngytyúk összeállt egy befogadott kutyánkkal, egy erderterjére, és együtt aludtak. Hát ez egy ilyen furcsa dolog volt. Ilyenek vannak, ilyen előfordul. De hát az egyik kedvencem, talán a Hogenennek egy rokona, egy fiatal 5 éves jószág, meg van egy medvém, a Brumi. Brumi. Az egy nagyon jó fejállat. Hát azt egy Brumi otthon, az hát, mindig jól jön. Gondolom, nem? Hogy nem egy szobakonyhában mulatjátok az időt, azért így 130 nem, állattal. Nem, tehát az előszobában. A 8-on a Csontvári. Ja. Egyébként nevetni fogtok, van olyan, aki tartott vadállatot lakótelepen, és annak a lakótelepi vadállatnak, ez egy emlős állat volt, most nem mondjuk, hogy milyen, ez nem a reklámhelye, de a lényeg az, hogy ez a vadállat ott élt a családdal. És mondjuk egy ilyen farkas kaliberű állatot képzeljetek el, csak mondjuk macskaféle. És ez az állat ott élt a lakótelepen, tök jobban volt a gazdival, meg a vele egy idős kisbabával, a gyerekkel. Mindaddig, amíg el nem költöztek egy kertesházba, kirakták a jószágot, és ott megült. Tehát, hogy már nem lehetett együtt a családdal, nem vitték le minden nap sétálni, nem foglalkoztak. Megbolondult kicsit. Mindenki azt hitte, hogy hú, ennek az állatnak sokkal fontosabb a mozgás, túrót a mozgás, az mindig attól függ, hogy a terület eltartó képessége mekkora. Hogyha ő egy szobakonyhába kapja meg azt a kaját, amire neki szüksége van, és azért néha leviszik sétálni, meg foglalkoznak vele, akkor erre neki sokkal nagyobb igénye van, mint arra, hogy ő kilométereket fusson körül. Na, de azért mégse tartsunk lovat a havannán, nem? Tehát, hogy azért hát persze, nem, persze lehet szocializálni, azért, de azért hát azért van kivétel, ugye a Bodz Zoltán állat és növénykert. igen. Hogy néz ki egy jelenet, amit ti megterveztek? Te előre megkapod nyilván napokkal, hogy a rendező mit szeretne látni. Úgy gondolnám, hogy ő nem szól abba bele, csak ő a végeredmény szempontjából szeretné azt látni, amit ő elképzelt. És te megtervezed a jelenetet, kiválasztod a megfelelő állatot a 8 farkasból, az egyik, amelyik azt meg tudja csinálni, és elmondod a rendezőnek, hogy te ezt így oldod meg, vagy te ezt így szeretnéd, vagy így lehet jól színésszel és állattal megoldani egy bizonyos jelenetet? Persze, ezt nagyon jól látod, csak nem napokkal előtte, hanem gyakran hetekkel, hónapokkal, sőt van, amikor egy évvel előtte megkapom már a scriptet, vagy akár a storyboardot is. Átadják, és akkor mi összeülünk egy konzultációra tulajdonképpen a rendezővel, az operatőrrel. Ők ketten a legfontosabbak, mert ők látják, hogy hol akarják mozgatni az állatot, és amikor már van helyszín, akkor egy ilyen helyszíni szemlére is elmegyünk. Épp a napokban voltam egy ilyenen, és ott nagyon át kell rágni pontosan, hogy mit akarnak látni, és akkor mi tulajdonképpen castingolunk. Nem feltétlenül mindig az én állatommal dolgozok, tehát van olyan esett, amikor egy másik állat jobban végre tudja hajtani a feladatot, vagy vannak olyan feladatsorok, mondjuk egy farkas támadás, ahol több állatot is használok, akik nagyon hasonlítanak egymásra, az egyik jobban ugrik az idegen emberre, a másik viszont jobban vicsorít, vagy jobban áll meg egy helyben, amelyik jobban ugrik, az sokkal nehezebb rávenni arra, hogy egy helyben maradjon. Tehát vannak... Mondanál konkrétumokat, hogy hogy veszel rá egy állatot például, hogy ugorjon? Olvastam egy olyan jelenetet, ahol a kamera fölött kellett átugrani, mert a rendező ezt kérte. Különböző ugrások vannak, nem fogod elhinni, de van mit ugyanúgy, mint mondjuk a sportban. Van, aki rúd nélkül ugrik, meg van, aki rúddal ugrik. Most egy asztalra fölugrani ugye egész más, mint egy asztalról elrugaszkodni és ráugrani egy színészre. Fiatal színészek nagyon bevállalósak, és azok szeretik magra ugratni az állatokat. Na szóval fölugrani egy asztalra, mikor szokott ilyen lenni? Olyankor, amikor azt kérik, hogy ugorját a kamerát. Ez az a része egy támadós jelenetnek, amikor ráugrik a pasira az állat. Na azt például, hogy oldod meg? Tehát láttunk itt kamerát, a kamera felé ugrik az állat, de ott állsz a kamera mögött? Ugye a kamerát, azt jó esetben kikerüli az állat, mert nem hülye, hanem farkas mondjuk, és akkor kikerüli, tehát neki a legkényelmesebb utat választja. De ez a kamera be van téve egy szűk asztal alá, és te az asztalra akarod felugratni az állatot, és a farkas is akar ugrani, mondjuk azért, mert ott a kaja van, akkor föl fog ugrani, és pont ott fog felugrani, ahol a kamera van alatta. Volt ilyen egyébként, a Nicolas Cage-ja forgattunk egy itthon forgott filmet, ez a Boszorkányvadász, szegény, már ő is megbánt. És ott azt akarták, hogy ugorjon fel a farkasa, vagy ugorja át a kamerát, mert az milyen jól néz ki.
futásból. És akkor hát földobtuk a kaját az asztalra, kamera bement az asztal alá, farkas jött, hopp, felugrott, tök jó volt, de hát sebességet akartak váltani a farkason, hogy kicsit tempósabban fusson. Ez januárban forgott. De földobtunk az asztalra egy tüzelő szukát. Na, hát ez felgyorsította az alfakat. Az volt, hogy fölraktatok egy szukát, persze, és a farkas gyorsabban az a lényege a egésznek, ezt kérdeztétek tehát az elején, hogy mi az idomítás meg a koordináció között. Tehát igazából az én ötletem az ő ötlete. Ez nem a saját ötletem, ez Petperelié, nagy lovas emberé. De a lényeg az, hogy az én ötletem az ő ötletet, tehát ezt magától hajtja végre, nem is tudja, hogy én akarom. Nem is tudja, hogy én kérem tőle, hogy én vétálok. Hogy az neki tehát tetszen, ez egy olyan nyilván. Motiváció persze, hogy ezt ő magától megcsinálja. És aztán még akartak egy sebességváltást, míg ez sem volt nekik két elég. Két tüzelőszukát. Plusz a kaja. Az is jó lett volna, de akkor a két tüzelőszukat jó eséllyel kinyírják egymást az asztalon. Ezért föltettünk egy alárendelt kant az asztalra, aki már ugrotta volna a szukát, ezt a vezérkan nagyon rossz néven vette, úgyhogy még gyorsabban szaladt, és akkor ez így már elfogadható volt. A színészeknek milyen kapcsolata van az állattal? Ők találkozhatnak, félnek tőle, nagyvilágsztárokról van szó, barátkoznak velük, be vannak csokizva, és csak a jelenetre mennek oda. Te tudsz változó, mondani pro és kontra? Tök változó. Van Anthony Hopkins-a forgattunk itt, az marha jó volt, mert az egy nagyon intelligens, nagyon okos, nagyon jó fejember, és nyitott volt mindenre. Hát csak megeszi az emberek máját. Nem maga. Hát, ugye? Nem mindig kanibál. Hát itt macskával forgatott, úgyhogy nem bántotta a macskákat. Nagyon kedves volt velük. És hallgatott ránk. Tehát megkérdezte a véleményünket, hogy akarjátok ezt csinálni? Mit kell csinálnom? Mit tegyek ahhoz, hogy ez sikerüljön? Tehát nem a saját sikere volt a fontos, hanem a produkció sikere is. Hogyha így indulsz neki, akkor ez jó dolog. Aztán voltak olyan színészek, akik az előző filmükben pont kutyával dolgoztak, és úgy gondolták, hogy ők már mindent tudnak, és feltett szándékuk volt, hogy ez egy Szabó István filmben volt az ajtókban, hogy a kutyával nekik mindenképpen össze kell barátkozni. De az első jelenet, ami volt, az volt, hogy ez a hölgy ez fogja a kutyát, és akkor a kutya húzza, és őnek egy marha nagyot kell esni. Na most, ha megbarátkozol egy kutyával, akkor az már nem fog úgy húzni, én hiába hívom, mint hogyha nem ismerne. Tehát mondtuk, hogy az első jelenetnél még ne simogassa meg a kutyát, ne ismerkedjen meg vele, majd utána. Nem ő neki meg kell ismerni a kutyát. Tehát vannak olyanok, akik hallgatnak rád, és jó velük együtt dolgozni, aztán vannak olyanok, akik nem hallgatnak rád, és akkor nem olyan jó. A legrosszabb, akik félnek. Volt ilyen? Hogy? Kicsoda? Fél, és akkor... Hát a Gerard Depardieu az elején fél, de aztán... Nem, már így volt valami. Nem, akkor még nem. Utána. Nem mindegy, hogy milyen állattól, az sem mindegy. Ugye egy medve a Nelsontól, aki most már valahol ott fekszik körülötted. Itt van mellettem. Látod? Egyébként, igen, zsűl hogy mellett. Hogy szeret téged most már kötődik is hozzá. Ha oda bújt a lábadhoz, akkor... Van akkor itt marad zsűl állat. Itt marad hazavihet. Szóval Depardieu félt, hogy nem elég részeg a jelenethez? Igen, félt, hogy nem elég részeg, és marha volt vele dolgozni. Hihetetlen, hogy még ilyen állapotban is úgy vág az agya, és olyan marha jól, ez állandó részeg volt. Tényleg? De mindent eljátszott részeget. Szerintem olyan, mint a részeges karatés, hogy imádom. Csak akkor tud dolgozni. Dolgozta Jean-Claude Van Damme-mal, ő is egy állatos jelenetben volt. Hát neki ő oda sem jött. Félt? Tehát, hát igen, azt látod rajta, hogy fél. Milyen állattal tudom, volt? Tudom, most hárman kijöttetek, rögtön levettem, hogy ki az, aki most nem mondom. De én mondtam, hogy mondhatod nyugodtan, mert én neked is elmondtam, én, ez egy vadállat. Tehát, ha nem jön oda és nem kérdez rá, akkor nem fogja tudni, hogy milyen a jószág, és ő oda se jött inkább, úgyhogy neki hát a jelentben csak a lába lett volna, úgyhogy az én lábamat tették be. De mi egy farkassal együtt a zsákosnál? Egy reklámba kellett igen szerepelnie, de hát így is nagyon nehezen mondta el a szövegét, nemhogy még farkassal. Jó, nem gondolná az ember, hogy Jean-Claude Van Damme egy nagyon barátságos farkastól azért például megijed. Nem? Hát azt gondolnád róla, hogy azért ennél egy kicsit bátrabb. Ő azt legyőz, így van, de hát nem az volt. Viszont olyan emberek, akikre nem gondoltad volna, azok nagyon, nagyon bátran viselkedtek vele. És mondom még egyszer, fiatal színészek, akik feltörőben vannak, azok nagyon sok mindent bevállalnak olyat, hogy a farkas alá kerülnek és verekszenek vele. Ilyen volt például Hugh Dancy. Aki, és Ustics Mátyás. Még a Lutrába. Akkor nem volt farkas. Úgyhogy érdekes. Tehát az Ed Harris az például nagyon jó fej volt, a Colin Farrell az nagyon jó fej volt a farkassal, azok érdeklődtek, azok... de ez nem van, aki azt mondja, hogy őt ez nem érdekli, és nem akar vele semmit. Nagyon hülye ötletei vannak a rendezőknek? Igen, de tudnod kell nemet mondani. Tehát ha már akkor a sztár vagy, hogy azt tud mondani, hogy nem, ezt nem csináljuk meg, nem, hát ez most viccet félretéve, tehát hogyha
az állatnak a kapcsolatát, az embernek meg az állatnak a kapcsolatát rontja az a jelenet, amit neked csinálni kell, akkor arra nemet kell mondani. Vagy ha veszélyes, veszélyes a színészre, vagy bárkire a stábból, vagy az állatra, volt ilyen egyébként, akkor azt kell mondani, hogy nem. Csak ezt időbe kell mondani. Tehát, hogyha megkapod a forgatókönyvet, és mindenre azt mondod, hogy hú, ez tökéletesen működik, és a nap végén ott állsz, hogy hát ezt nem tudjuk megcsinálni, egy ilyen nagyobb költségvetési akkor filmnél, akkor egy helyre teszed, hogy nem tudom kinek képzelni magát Mr. Spielberg, de... de ezt nem csinálom. Egyébként, Jani, ez most komolyan ez, hogyha ha az állat kikerül a ketrecéből és megy a forgatás, akkor ott én vagyok a főnök. Tehát nem úgy van, hogy ott nekem dirigálnak. Tehát abban a pillanatban, hogy az állat kijött, és ez egy vadállat, akkor ott valami történik, akkor te leszel ott a bíróság előtt, és neked kell felelni. Veszélyt jelenthetnek egyébként a színészekre, vagy adott esetben rád ezek az állatok? Attól milyenkor? Függ, hogy mivel forgatunk, tehát mit tudom én, egy medve, lehet egy farkas is veszélyes, akár egy kis macska is lehet veszélyes, hogyha összekarmol. Tehát mit tudom én, itt volt 2001-ben forgatták itt a Spy Game. Kémjátszma. Igen. És ott a Brad Pitt nem vállalta be a jelenetet a kutyával, pedig nem lett volna olyan veszélyes. Na mit kellett volna csinálni Bradnek hát egy kutyával? Egy roti ráront, és akkor ő leszereli ezt a kutyát, mert ő akkora kém, hogy ezt is tudja, hogy kell. De úgy volt vele, hogy most ő neki megsérült az arca véletlenül itt a játékba, vagy a hancúrozásba, akkor ez még a forgatás elején volt, akkor egész forgatás alatt neki... Te ilyenkor beszélsz a színésszel? Tehát oda küld a rendőr, hogy figyelj, nyugtasd meg! Valha jól elmondtuk, hogy mi a Brad Pitt-tel együtt forgattunk, de hát ez annyiból állt, hogy abban a filmben vittünk kutyát, amiben ő amiben forgatott. De nem találkoztunk vele. Hogy figyelj, tiéd a kutya, te idomítottad, vagy tanítottad pontosabban, menj el, mondd el a színésznek, ne féljen, nem fogja bántani, beszéljetek meg, hogy mit kell, vagy egy közvetítő hát ezt van, jóval, akinek te elmondod. És... Van ilyen, hogy közvetítő van, ezeket utáljuk, mert nem fogod tudni tehát te nem tudod egészen a jelenet kezdetéig, vagy a végig, hogy na ez fog működni, vagy nem, mert nem ismered a színésznek a természetét. Tehát ahhoz jó lenne vele találkozni, tehát nagyon sokszor van az, hogyha vadállattal dolgozunk, akkor a színésszel napokon keresztül ismertetjük az állatokat, és a színésznek meg kell tanulni, hogy kell kommunikálni azzal az állattal. Itt most kint például láttátok, itt a folyosón mielőtt bejöttünk volna, hogyha odamész a farkashoz, és elindítasz egy mozdulatsort annak érdekében, hogy a végén megsimogass, de megakadsz, mert megijedsz tőle, hogy valami és nem fejezed be, akkor szkeptikus lesz az állat. És akkor nem tudja, mire vélni, hogy na most mi van, most csak itt fölém hajoltál, akarsz tőlem valamit, vagy és ezt meg kell tanulnia a színésznek is. És ezt megtanulja, és tudja kezelni a jószágot, akkor tök jó dolgok sülhetnek ki belőle. Tehát igen, előre, napokkal előre megmutatjuk a színésznek az állatokat, és akkor attól függ persze, hogy most milyen jelenet van. Hogyha csak a távolból kell nézni az állatot, akkor azt tudja, és például szépen tudsz távolni. Nagyon jól néznek. És mit csinálsz akkor? Például 18 farkas, te látod a ketrecen kívül, mondjuk összeverekednek, neked holnap forgatásod van, és a 18 farkas magára talál, és mondjuk... Nézzétek meg a filmünket, és abba fogjátok látni. Csak kérdezem, van ilyen. Tehát ha ugye már egy mikor készülsz egy forgatásra, akkor már azt a falkát teszed össze, vagy úgy rakod össze a falkát, ahogy azt fogod használni a filmbe, és nézed, hogy viselkednek egymással. Neked észre kell venni azt például, hogyha egy domináns állatot kezd kihívni egy másik, és gyűjti az alattvalókat, hogy na legyőzzük az alfát, akkor neked ott közbe kell lépni. És akkor bemész a ketrecbe, ez azt jelenti? Hát ez kifutó, ahol én kifutó. Ezeket tartom, így van, aztán később ketrecbe szállítom őket, bemegyek én a ketrecbe is, meg a kifutóba is, hiszen én a falka fölött vagyok. Ha nem is vagyok egy igazi alfa, vagy egy nem én vagyok a falkának a vezére, de fölöttük állok mindenképpen, tehát az alfát én tudom koordinálni, de ettől én még nem veszem el az ő alfa szerepét. Mert ha így lenne, tehát ha én bemennék, és minden alkalom az alfa elveszteni a pozícióját, akkor minden alkalommal kinyírnák az alfát. De akkor neked tehát is oda kell figyelned folyamatosan arra, de én fölötte vagyok. Hogy a saját pozíciódat megtarts, nem? Így van, erre nagyon figyelni kell. Ez olyankor... kerül veszélybe, amikor nem veszem észre, hogy az alfának gyengül a pozíciója, és valaki alulról a rangsorba jön fölfele, és
és haverokat gyűjt maga köré, akikkel majd legyőzik az alfát. De hogy néz ki egy ilyen a gyakorlatban, csak hogy konkrétumokat is mondjuk, állsz a kifutó előtt, és látod, hogy akkor kezdi elveszíteni alfa a tekintét. Most nyilván nem bemész csípőretett kézzel, azt mondod neki, mint egy... Melyik volt az? Melyik mancsod? Sima átlagos gazda a Margit szigeten, amikor a kutya nem tudom, csinál valami rosszat, és eljeljenek büntetés, lesz a vége, tehát neked ott nyilván meg kell rendszabályoznod valamilyen szinten ezt az állatot. Bemész 18 farkas közé, és megmutatod, hogy ki a főnök a csapatban? Nem. Tehát ez a rendszabályozás, erre nagyon vigyázni kell, mert most ez értem, félértheti, hanem megpróbálok, most, megpróbálok. Fent, hanem... Nem, jó egyébként, tehát ezt a nézőnek tudni kell, vagy a hallgatónak tudni kell, hogy nem rendszabályozom, tehát jó a kérdés, nem megyek be egy durunggal és náspángolom el a fenekét a feltörekvő farkasnak, hanem vagy azt, vagy a társait, akik segítik ebben a törekvésében, kiszedem a falkából. Tehát kirakom egy pár napra, és ezzel gyengítem a pozícióját. Ha kiszedem a társait, akkor ő már nem lesz a nagy mellénye bent a kifutóban, és a régi alfa, vagy az eredeti alfa sokkal jobban le fogja tudni dominálni. Mondjuk én és aztán egy tőled. Idő után visszateszem a haverokat is, és hogyha ez nem ismétlődik meg, akkor tök jó, ha megismétlődik, akkor változtatnod kell a falka összetételén. Hát ez előfordul időnként. Mondjuk én láttam tőled egy olyan jelenetet, amikor azért nem volt ennyire egyszerű a helyzet, nem az volt, hogy kivetted a falkából azt a bizonyos farkast, ami a balhét csinálta, hanem ugye ben voltál a ketrecben mellette, egy ilyen átfutásos jelenetnél, hogy az egyik farkas lemaradt, és mire visszavitted, addigra elkezdett egy ilyen kis forradalom kialakulni a ketrecbe, és bementél, és ott azért lenyomtad a földre azt a farkast, aki a balhét csinált, és közben meg a körülötted a többiek meg ott acsarkodtak azért. Ez nem volt egy ilyen kis ilyen helyzet, hogy jaj, nézd már virág, de aranyos a bácsi, de szép fogai vannak azoknak a farkasoknak, mindjárt össze is számolom, van 80. Tehát, hogy azért a kívülálló számára ez egy nagyon veszélyes szituáció volt. Hát igen, de ez nekem a déli rutin, tehát a napi rutin tulajdonképpen, hogy én bent vagyok közöttük, és ameddig én bízok bennük, és ez az egész kapcsolat azért egy ilyen bizalmi kapcsolat, ami egészen kiskorba kialakul, fel sem merül bennem, hogy az acsarkodó ez esetleg rám fogna. Már csak azért sem, mert ha megnézed jól a jelenetet, akkor többször elmondom, hogy a vezérfarkas az hátul feküdt a ketrecbe, és ha valamelyik rám támadna a vezérfarkason kívül, ami nem fordulhat elő, akkor ő átlépné a vezérfarkasnak a státuszát, és ezért ő megbüntetné. Tehát neked csak attól kell félni, hogy a vezérkan jön neked, mert ha valaki más próbálkozik be veled, az büntetendő a vezérfarkas részéről. Uh-huh. És akkor már tehát, támadásban lenne. Tehát ezért nem jó az, hogy neked egy jó kapcsolatod van mondjuk a vezérkannal, mondjuk ennek az apja a Rufus, amelyik itt van bent a stúdióban. Ezzel nekem tök jó a kapcsolatom, 11 éves jószág, soha nem volt vele semmilyen konfliktusom. Tehát én igyekszem megőriztetni az ő pozícióját a falkában. Mert ha valaki átvenné mondjuk az ő pozícióját, akkor előfordulhatna, hogy az aztán az új alfa velem is bepróbálkozik. Tehát ezt kell nekem elkerülni, ezért megtartom mindig azokat. És ott már nem segít a zócsemege azért Balzsebben. Ez jó. Igen. Tehát a Balázs tépheti szét csak a szerződésemet, vele kell jobban lennem, Ferivel nem. Így van, őt elkerülhetem. Igen. Egyébként azt mondják, hogy igen, hogy Ferinek is egyébként egész jól megy az alfa. Az alfát Feri is tudja koordinálni. Ennyi. Ez Feri, a lényeg. Nálunk Feri az alfa híd. Sokszor érzed azt, hogy jobban megérted magad az állatokkal, mint az emberekkel? Jaj, és sokan megkérdezik, de nem. Nem? Mondjuk jobban tudom, hogy mit várhatok az állatoktól, mint az emberektől. Őszintén viszony, nem? Kiszámítható. Még az sem. Tehát azért vannak ott ilyen feltörekvők, és akkor azok a seggembe akarnak harapni, hogyha oda kerülnek. Vigyázok, hogy ne kerüljenek oda. Tehát nincs olyan, hogy ne szúrna hátba. Itt van 19-5 és az arcomban. Tehát ez egy olyan szukától ered, olyan farkas szukától, aki bepróbálkozott. Megvan egyébként, tehát jóba vagyunk. Uh-huh. De vigyázni kell arra, hogy ne ő legyen a góri. És akkor amikor az amelyentél, akkor mit mondtál a feleségnek? Napi rutin. Ott és ömlött a vér a arcodba. Ott volt. Láttam, hogy hozzátartozik. De hát ez ritkán fordul elő. De hát mondjuk több mint 20 évet csináljuk, ez azért óhatatlan, hogy valami történik. Ha más és nem, akkor elessem a, mit tudom én, a kerítésbe, vagy valami. És mi van, ha a brumi fog rád? Hát ott kísérülés nincs, tehát a vigyázom. Párod is hasonlóan megszállott egyébként? Gondolom, ezt nagyon nem is lehet máshogy csinálni, nem? Tulajdonképpen ő az, akinek erről papírja van, a Dóri. Nekem nincs, mert én vendéglátós vagyok. Igazából, tehát hiába mondtam én a szüleimnek, hogy én farkast akarok, másfelé terelgettek annó. De hát a párom biológus, és
ő az, aki tulajdonképpen sokkal többet tud ezekről az állatokról. Meg hát el kell mondani, hogy egy csomó mindent ő nevel. Aztán én meg csak fényezem magam a végén. De ez menő, hogy ő csinálja a munkát, te meg nyilatkozol. Sikeres férfi mögött ott van egy nő. Bizony. Valaki mögött több is. Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog. Akkor úgy kérdezem ezt az előbbi kérdésemet, hogy a rendezővel nehezebb, vagy az állattal nehezebb? És akkor ezt így lehet, hogy, hát hogy jobban érted. Hogy... Ugye az állatok is különbözőek, tehát mindegyiknek megvan a saját fizimiskája, meg a rendezők is különbözőek. Peter Weir-rel nagyon jó volt dolgozni. Tehát az odarendelt, kihívott, Bulgáriába forgott a film, kihívott, megnézette velem a jelentet, teljesen átírtuk. 5 perc alatt nagyon jó fej volt, azt mondta, hogy ha ez így működik, és ez így valós, akkor csináljuk így, mert nem akar a valótlanságot mutatni a filmjébe. Ebbe volt egyébként az Ed Harris meg a Colin Farrell, ahol összefutottak egy falkával, akik éppen egy őzet zabáltak, és ezek a filmben az emberek már nem ettek egy hete, és akkor jól elzavarták a farkasokat. És itt azért tudod, a farkasnak egy kicsit vicsorítani kellett, de azért félni is, meg elszaladni, meg visszatörni. Ez összetett jelenet. És ez jó volt. Ő pedig úgy gondolta az elején, hogy a farka, vagy az emberek fognak meg egy őzet, aminek a realitása sokkal kisebb, és aztán majd a farkasok zavarják el őket, de miután a farkas fél a természetbe az embertől, ennek tényleg nem volt semmiféle realitása, és ezt ő tök jól fogadta, és rögtön át is iratta a sztorit, úgyhogy vele nagyon jó volt dolgozni. Nézzünk egy hét hallgatói kérdések, hogy azért őket se anyagoljuk el. Nehéz volt Leonardoval a Wall Street farkasával? Kérdezi valaki. Igen, Balázs, mindenféleképpen kérdeznek, hogy Charlie a majmot hogy sikerült úgy behidomítani neki, hogy lenyomja a Balázsot, kérdezi valaki. Mit jelent az, hogy nehéz jelent? Mondj nekem egy olyat, ami valójában nehéz volt. Tehát amire te is azt mondtad, hogy úristen, ez egy nehéz jelent. Ugye sokszor mondod, hogy előre meg kell tervezni, meg kell koreografálni egy jelenetet, amire mondjuk úgy emlékszel, hogy azt nehéz volt összetenni. Van, amikor az ember úgy gondolja, hogy hú, ez egy tök jó, könnyű jelenet lesz, mert ezt már csináltuk ezerszer. Egy kicsit gyakorolni kell rá, de menni fog. Aztán vannak olyan jelenetek, amire úgy gondolod, hogy fú, ez baromi nehéz lesz, és az állat rögtön megcsinálja. Tehát ez mindig változó, de itt van például Grigor Attilának a Nyomozó című filmje, amit nagyon nehezen vállaltam el, mert teli voltunk akkor éppen munkával, és ott a farkasoknak szét kellett tépni. Ráadásul a saját helyükön. Tehát ott forgott nálunk a film, egy állatkertet csináltunk ott hirtelen a kifutóból, és ott a részegen be kellett másznom éjszaka az esőbe a farkasok közé, és ezek ott megtámadnak és széttépnek, ez a sztori, amit az Attila úgy akart fölvenni, hogy vágás nélkül. Ami marha nehéz, mert azért dülöngélve mész be, teljesen másképp mozogsz az állatok között más napszakban, mint szoktál, és ezt lehet, hogy nem veszik jó néven. És ez ezzel nem jött össze, mert rámugrottak hárman, lecibáltak a földre, ott elkezdtek rángatni, de másik kettő meg játszott, meg pisírt, meg ott végezte a dolgát, és nem volt hiteles. És ez egész éjszaka így ment. És ettől ki is borultam. De aztán volt egy pótforgatási nap, amit erre szenteltünk, és az nagyon jól sikerült, úgyhogy ha a filmet megnézik a kedves hallgatók, akkor abban látják, hogy ott igazán széttéptek az állatok. Na ez nehéz volt, pedig könnyűnek indult. De olyankor nehéz egyébként egy jelenet, amikor az állatokat úgy kell kezelni, hogy számukra az teljesen természetellenes. Mondok ilyet, volt olyan forgatás, ahol 4 pingvinnek kellett kijön egy hűtőszekrénybe a Lokoff felvételbe. Ez nem sokáig ez a reklám egyébként a 90-es évek végén, 2000-es évek elején. És hát ezeknek a pingvineknek egy egyenes úton kellett átmenni a kamera felé, és hát miért mennének oda ezek a Humboldt pingvinek, akik fokozottan védett állatok, és még ezt 2004 előtt forgattuk, amikor még egy olyan 12 órát álltak a határon, mert a vámosok nem tudták, mert meglátták az óriás elvámolni. Azt hittem, meglátták az óriás plakátokat. Az is. Hát a másik. Na és a lényeg az, hogy... A pingvinek munkáját elneved. Igen. Így van, hát holland pingvineket hoztunk, na mindegy. Bevándoroltak ide, de a lényeg az, hogy úgy csináltuk ezt a jelenetet, hogy amikor kinyit a hűtőszekrény, akkor a kamera mellett megmozgattunk egy tükröt, ahol meglátták saját magukat, és ott vannak a kollégák, és szépen áttotyogtak a tükörhöz. Ott vannak a barátaim, menjünk! Óriási! De hát körül ez így működött. És ez tényleg egy ilyen természetes motiváció, tehát ez a saját ötlete volt, hogy oda átmenjen. Tehát nem kellett rugdalni, nem kellett ostorozni. Csak egy tükör kellett. Így van, nem kellett jegesmedve. Mondjuk nem egy helyen élek, mert az egyik az Antarktiszon, a másik az északi sarkon. Tehát tök mindegy. Egyébként különböző állatok játszottak ebbe a reklámba. Jegesmedve nem volt így. Na, de nálunk úgy néz ki, hogy Zsula farka vezér, nézd meg.
Zoli. Tehát egy, be, vagy csak a szakdíjat. Becucorodott a farkas a zsűl mellé, és ott van. Tehát őt kedveli a legjobban. Alszik már, mert innen nem is lát. Alszik, konkrétan. Ha bedobta a hunyó. Jó energiák vannak itt a stúdióban. Ennyire nyugodt. Igen, zsűlnek, már hiányzik a nagylábúja. De egyébként minden rendben. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Érdekes beszélgetés volt. Köszönjük szépen. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Elmondták, hogy mi számít 70 felett álom munkának. Egy holland portál időseket kérdezett meg arról, hogy ha ma lennének fiatalok, mit csinálnának szívesen. Mi a második? És nyilatkoztak holland nénik, holland bácsik, holland nénik, holland bácsik, hogy mit csinálnának ők szívesen. Mit gondoltok? Mit csinálnának ők szívesen? A hollandok? A hollandok. Aha. A holland nyugdíjasok. Szerintem sajtfondűt. ott ültek Amsterdamban egy jó kis kafésokban a 70 pluszosok, oda mentek, egy hatalmas trombita volt a kezükben. Ugyanezt kicsi. Éppen vásárolták a Magic Mushroomot. Ültek és finoman szívtak, és megkérdezték őket, és nagyon helyesek voltak az idős hollandok, mert elmondták, hogy ők mit csinálnának szívesen. Mit csinálnának szívesen? De a hollandok, amit. Na mit? Szerintetek. De úgy, hogy ha újra kezdenéd az életed. Tehát, újra fiatalok lennének? Tehát, ha beülnének Dr. Emmett Brown időgépébe, és újra fiatalok lennének, de nem úgy, hogy visszamennének 50 évet, hanem most lennének 20 évesek. Mit csinálna a legtöbb holland papa és mama? Fiatal holland nőket, illetve holland férfiakat csinálnának ők is, mint ahogy minden egészséges ember a földön. Nem, ők azt mondták, hogy DJ-k szeretnének lenni. DJ-k, milyen jó fejek, nem? Tehát azért egy magyar nyugdíjas megkérdezel, nem hiszem, DJ-k. Hogy ezt mondja. A holland nyugdíjas azt mondta, hogy ő DJ szeretne lenni. Igen. Mert a magyar nyugdíjas azt mondja, hogy ő lemezlovas szeretne lenni. Ezért, ez a különbség. Ja, értem, igen. Én a lemezlovas. Igen. Második helyen áll a holland 70 felettieknél a temetkezési vállalkozó. Ez picit már gondol az öregkorra. Nem, szerintem. Nem tudom, ez annyira jól működik ott? Hát szerintem ott az lehet, hogy hát ennek nyilván van egy ilyen szomorú apropója, hogy nyilván sok barátjukat már eltemették, meg családtagjukat, és rájöttek, hogy ez óriás kasza. Aha. A temetkezési vállalkozónak. És ezért szeretnének. Harmadik helyre mondták a zumba edzőt. És a negyedik helyre megérkezett a tévés műsorvezető. Jó arcok a hollandok, hát egyébként, nekem ez tetszik. Ki temet neki, zumba edző lenne, ki DJ-skedne. Én kedvelem őket. Hát én egyedül az Orsit ismerem, a kis Orsit, mint zumba edzőt. Most én akarnék egy kis Orsi lenni. Nem, te kis Orsival szeretnél lenni, de az egy tök más kérdés. Ja, mondjuk igen, de azért mondjuk valójuk őszintén azért egy napra mindannyian szeretnénk nők lenni. De nem, János. Nézd, nem tudom, hogy neked milyen rejtett vágyaid vannak, egyszer beszélhetsz erről, én tök jól érzem magam férfiként, és én egy napra se szeretnék nőni. Azt mondod, hogy nem egy napra, legalább egy évre, vagy egy élet. Én nem tudom, én ezen nem gondolok. Sok mindenen gondolkoztam, hogy mi lennék, de nőn, valahogy ez a vágy nem kerített hatalmával. Ezt majd egyszer megbeszéljük, ne tereljük el, hogy ki miért szeretnénk napi nőni. Jó. Aztán még ott van az animátor, a pszichológus, az esküvői fotós, a szoftverfejlesztő, sportoló és mobiltelefonboltos. Jó arcok a hollandok. Mobiltelefonboltos. Igen. Szerelsz, összeszerelsz, kijavítasz. Hogy ez is mennyire értesz. Tokot teszel rá, védőfóliát, előlapot cserélsz. Mondod, hogy van. Na, hát végezzünk akkor egy kutatást, mert mi itt a reggelben nagyon szeretünk kutatni. A pénz miatt választották ezeket a szakmákat? Most szerintem az animátor például nem egy jó fizető. Szerintem lehet, hogy nem hollandi, feltétlenül. Ugye, hogy nem ez más a gondolkodás, őket. Szerintem a holland nyugdíjasok jól élnek, ők nem, az első gondolatuk nem az, hogy mivel lehetnék gazdag, mert szerintem baromi a nyugdíjuk, hanem ők inkább arra appelláltak, vagy arra bazíroztak, hogy melyik szót kell ilyenkor használni, hogy egyszer mivel éreznék jól magukat, melyik az a foglalkozás. Nem hiszem, hogy mivel keresnének többet. A magyar nyugdíjas lehet, hogy úgy gondolkodik, hogy mivel tudnám újra kezdeni, amivel mondjuk esetleg többet tudtam félretenni öregkoromban. Többet hát tudtam volna félretenni. Szerintem például azért appelláltak mondjuk az animátori munkára, mert ők tényleg olyanok, hogy valószínűleg van komoly nyugdíjuk, és akkor elmentek, mit tudom én, a Karib-szigeteki, mit tudom én, körútra, vagy akármi, és ott találkoztak animátorokkal. És ezek animátorok, ezek milyen legjobb esetben, voltak. Igen, hogy fiatal csajok, meg fiatal srácok, jól néznek ki, vidámak, szeretik a munkájukat, meg egyébként tök jó környezetben végzik. Valószínűleg ezért mondták az animátorok. Hát, igen, a zumba edző is, ugye elmész nyaralni, egy szállodában munkát vállalsz, baromi sokan vannak a vízben, nézed a fiatalokat, megtartod nekik a zumba órát, tekintők bent, nekik vizes, ott a medence szélén.
hát egy zumba aerobik, hát az is mennyire jó. Nem? Nagyon tök jó meló. Csajok vannak a vízben, pasik vannak a vízben. Tehát ez mind jó. Na, kérdezzük meg hallgatóinkat, hogy azon idősebb hallgatóink, akik holland nyugdíjasok lennének, 70 fölött vannak, telefonáljanak már nekünk tényleg. Marikák, Irénkék, Erzsikék. Pista bácsit kéne felejtsd. Pista bácsik, Józsi bácsik. Így van, Rezső néni. Rezső néni. Igen, Imre néni. Hogy drága hallgatóink, ti mit csinálnátok szívesen 70 fölött szigorúan? Ha most újra kezdhetnétek ti itt ebben a magyar valóságban, milyen munkát választanátok? Jó, telefonáljatok be, tudjuk, hogy nagyon sok idősebb hallgatónk van, nagyon kedvelünk benneteket. Írjátok meg, telefonáljatok be 555-55-00, hogy ti mit csinálnátok szívesen. De figyeljetek, csak is kizárólag 70 pluszban írjanak nekünk hallgatóink. Mit szólnátok egy olyan szintű, rugalmassághoz, hogy mondjuk telefonáljanak azok is, akik nem hallották a nevüket? Jó. Jó. Na? Nagyon nagy lelkű vagy ma. Jó. De szerintem ők is telefonáljanak. Én ezt támogatom. Lényeg az, hogy... Jó. Én ezt támogatom. 60 fölött. Mi van vele? Szerintem legyen 60 fölött. Legyen 60 fölött. 60 fölött. Ez a beszéd. Mert abban benne van a 70 is. Köszönöm, hogy ezt nem nekem kellett kimondani. Mit csinálnátok szívesen? Ti gondolkoztátok már azon, hogy ha nem ez, akkor mi? Mert ezen szerintem az emberek mindig gondolkodik, nem? Hogy basszus, ha nem asztalosnak megyek, basszus, ha nem műsorvezető leszek, vagy lettem volna, vagy nem úgy alakul az életem, vagy elmegyek arra az E-pluszos várok, akkor mi a fenét csinálnék? Most jelen állapotban, ami menő is jól fizet, mert újra kell őket a plakátragasztást. Az mondjuk jó. Most újra kell az mondjuk jó, igen. De nem biztos, hogy egy életen keresztül egyébként csinálnám szívesen. Tehát azért az valószínű nem lennék. Tehát olyan munkában kell gondolkozni, ami még nem volt 20 éve, tehát ami jelen, a jelenben van, ugye nyilván értelemszerűen. Nagy tehát jel. Olyanban gondolkozzanak majd az idősebb hallgatóink is, drágák, akik telefonálnak, hogy ők mit csinálnak szívesen, ami most nagyon népszerű. Tehát nem volt 30-40-50 évvel ezelőtt. Én magasugró szeretnék lenni. Magasugró. De úgy, hogy mondjuk ebből az ugrás el is hanyagolható. Tehát, hogy az nem is foglalkoztatna annyira. Hát te neked az lenne a foglalkozásod, hogy magas? Igen, egy magas ugró. Néha azért ugranál egyet, de hogy magas. Csak, hogy ja. Azért, mi szeretnél egy kis fiam? Pénz, magas. Érted? De milyen munka? Magas. Magas. Magas gépkezelő. De magas gépkezelő? Nem, magas gépkezelő. Mindegy milyen gép, csak magas. Nekem tök mindegy. Egyébként szerintem a magyar nyugdíjasok azt mondják, hogy ők holland nyugdíjasok szeretnének lenni. Így, ugye, nem? Azért fura a kérdés, hogy mi szeretnél lenni, drága Marika? Holland nyugdíjas? Miért? Mert jó holland nyugdíjasnak lenni. Egyébként Amsterdamban, ahol kafésoppok vannak, meg mindenféle boltok ott. Vannak bent nyugdíjasok? Nincsenek nagyon. Ők kiköltöznek, elköltöznek, kijebb mennek. Igen. Hát csomagolásra kérem. Amsterdamban van olyan hely, hogy bemész, és elmondja neked az ember, hogy milyen fűmagot vegyél, milyen hatást akarsz, hogy termeszd, és bemész, és csak olyan... Hát ez a hobbiba is megvan. És csak fűmag van, és a fűmagot megveszed, és ott elmondja neked egy szakértő, hogy te hogy tudod azt otthon úgy termeszteni, hogy az egyébként neked jó legyen. Lehet termeszteni, nem csak otthon, veheted? Igen. Nem, otthon termeszted. Azon egy kis virágcseré. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggel! Marikás, jó reggel! Jó reggel! Ja, kezi csókoló! Hát mi már sokszor beszéltünk, Teréz Nagyi, hello! Persze! Klassz, mi kis öcsém! Klassz, mi kis öcsém! Jól emlékszem, hogy Sepsi Szentgyörgy? Nagyon is jól! Ó, hát már kb. Egy évvel ezelőtt beszéltünk utoljára. Igen, úgy van. Hogy vagy? Most már köszönöm, kérdéseket örvendek, hogy bejuthattam az adásokba. Hát nem vicce, hát mondtuk, hogy telefonáljátok, igen. Hogy érzed magad, minden oké? Jaj, még okibb, mint ezelőtt. Na, tényleg? Igen, nem télen, most a nyáron is. Ja. De drága vagy. Na, mik azok ottani legfrissebb hírek? Mesélj nekünk egy kicsit. Hm? Csak hogy vagy, mit csinál? A legfrissebb hír az, hogy én élek, és bejuthat. De baj volt? Nem volt baj. Jaj, de akkor ez a legfrissebb, mert ez már régi hír, ugye 2 éves ideket. Tudod, igen. Na, hallottad a felhívást, ugye? Ha te tehetnéd, vagy választhatnál, akkor mi lennél újra? Milyen foglalkozást választanál? Hát én a munka mellett még mindig játszottam egy bohóc szerepet. Jaj. Ha rám nézel, igen? Akkor azt mondod, hogy
terés. Meg te pont olyan vagy, mint a buhos, csak a piros pont jelzik az orrodról. Aha. Én nem mást értettem. Te olyan vagy, nekem mi az eredeti foglalkozásod, terés? Eredeti foglalkozásom nő vagyok. De... nő voltam. Háztartásbeli? Háztartásbeli, ez azt jelenti, hogy... Én munkásnő voltam, csak szerettem az életet, szerettem a hangulatot, a kultúrát, a művészetet. És mindig a cirkuszban láttam a bohócokat, és eltanultam tőlük, hogy hogy kell szórakoztatni másokat. Aha. Hát ez a bohóc, ez nálam egy neuralgikus pont. Bizony. Tehát, hogy szívesen feledném őket, de nem tudom, a gyermekkori traumáimnak köszönhetően. De... hát a bohócokat nem lehet felejteni, mert a bohócnak, az igazi bohócnak a lelke mindig sír. Tehát nem mutatja az arca. Tehát egy kicsit szomorú, de ugyanakkor ugye vidámságot sugárzom. Világos. Élni tudni kell. Azt szóval kell. Bohóc lennél? Főleg persze, csak bohóc. És tudsz is bohócul? A bohóc nyelvet még nem ismerek, de azért tudok figurázni és hangulatot kelteni. És szoktál ott a családban tényleg, amikor jönnek, nem tudom, gyerekek, unokák, akkor... Hát, az biztos. Az unokáim, a dédunokáim, mikor rám néznek, egy szót szólok, már kasszagnak órákig. Udvariasan. Ahogy akarnak, én nem bánom. Csak tudjam, hogy megértették, hogy én milyen vagyok. Te cuki vagy. Jaj, de cuki vagy. Nem baj, meg foglak lepni egyszer, mert sokszor kacagok, amikor láttalak a tévébe. Hát mostanában nem vagyok, kiszorított. Mostanában nem, most de volt, amikor... Jönnek az ügyesek. Jönnek a fiatalok, jönnek az ügyesebbek, az idősebbek, mint én, hát már parkolok. A bevándorlókról nem is beszélek. Egyrészt jönnek a bevándorlók, no, elveszik hát a munkát. Akkor én nem leszek bevándorló, mert nekem ott is van hazám. De igen, hát nem is rólad beszélünk. De egyértelmű. Tudom nálad, nem, tudom, hogy nem rólad. Nézel tévét egyébként? Milyen műsorokat nézel, Teréz Nagy? Én nézem az RTL-t, nézem mindenféle csúra, pattogtatok, ami tetszik, megállok, aztán megyek tovább. De ezek inkább sportműsorok, vagy szórakoztató műsorok? Nem, én nem sportolok. Én olyan sportoló vagyok, hogy elméletben viszem a rekordot. Az nem rossz. Elméletben, tehát fejben állítottad föl ezeket a rekordokat. Persze, drukkolok a futballistáknak. Nekik mi is. Arra leszek kíváncsi, hogy milyen cirkusz lesz ezután. Már mivel kapcsolatban? Egy meccsel. Ja, egy meccsel. Most éppen játszanak, azt nem nézed? Játszunk a szerbek ellen egy... Nézem én, de nem, engem a szerbek nem érdekelnek, mert ezek nem berekedősek. Jó, hogy nem berekedősek, de a durvább sportokat szereted. Aha. Nem bunyósuk. De mi, boxot nézel, vagy mit nézel? Nem, én a futballmeccset szoktam nézni. Ja, futballmeccset nézel. Az atlétikát, ezeket, de úgy különben inkább romantikus vagyok. Ó, hát akkor... A romantikus sport az melyik? Romantikus sport, az kevesebb van. A szerelem. Igen. A szerelem. Ah, hát jó is az. A szerelem 100 fokon, 100 Celsius fokon. Jó is az. Örülünk, hogy hallottuk a hangodat, és hogy ilyen jól vagy. Én hála Jóistennek, jól vagyok nektek köszönhetően, hogy köszönöm a Jóistennek, hogy hozzátok eljutottam, és aztán mondok valamit. Na. Ha gondolod, hogy gondolom, hogy gondolsz rám, gondold azt, hogy én gondolom, hogy te gondolsz rám. János, mondd vissza. Ne értem. Ne gondolkozz, ez a vége. Nem, az a vége, hogy te úgy gondolj rám többször. Aha, mert akkor te is gondolsz ránk. Mert hogy gondolunk egymásra. Igen, egymásra gondolunk. Mert én azt mondtam Balázs neked, ha gondolod, hogy én gondolom, hogy te gondolsz rám, aha, gondold azt, hogy én azt gondolom, hogy te gondolsz rám, nem? Igen. Nagyon szép. Nagyon cuki vagy. Zsargomba, hát aztán meg is se keszedbe. Milyen gomba? Nem tudom. Minden reggel hallgatsz minket, Teréz Nagyi? Nem minden reggel, csak minden második reggel. Aha. Ki kell pihenni egy napot. Egy napot büntibe teszel minket, és aztán jövünk újra, hogy minden második reggel. Nem, mert... Minden második reggel van programom. Ja, na, mit csinálsz? Egész éjjel zenélek, videózok, és akkor reggel aluszok. Zenész és videózom. Ha valamilyen zenekarban játszol? Én
Én G-durban, mert kandur hangom van. Hát csak D-dur. Aha. Ja, D-dur van, mert kandur. D-dur van, mert kandur hangod van. Értem. Na jól van. Puszilunk téged, jó egészséget, és örülünk, hogy beszéltünk. Puszi neked. Gondolj rám. Én? Ha gondolod, én? Akkor rád gondolok. Ha gondolod, gondolok rád, jó? Köszönöm. Puszi. Milyen jó ízűen tudnám. Nagyon. Igen. Nem? Kandur hang. D-durban. D-durban. Fél nyolc múlt pontosan 5 percen. Írjanak nekünk azok, akik 70 felettiek, hogy mit csinálnának szívesen a holland nagyik és nagypapik után. Jó? Mert hogy ők DJ-k lennének legszívesebben. DJ-k lennének legszívesebben. Ugye arról beszélgettünk, hogy ki mit szeretne csinálni, mert hogy a holland nyugdíjasokat megkérdezték, hogy ők mik lennének, ha újra születhetnének, de a mostani foglalkozások közül kellett választaniuk, és elmondták, hogy DJ-k lennének, meg temetkezési vállalkozóként dolgoznának, zumba edző, tévés műsorvezető és animátor. És arra kértük hallgatóinkat, hogy telefonáljanak idősebb hallgatóink, nagypapák, nagymamák, és mondják el nekünk, hogy tényleg, ha most egy pillanatra komolyra fordítjuk, akkor ők mit csinálnának szívesen, amiből szerintük jól meg lehet élni, szép jövőkép áll előttük, és úgy gondolják, hogy ők boldogak lennének akkor, ha azt az ominózus foglalkozást űznék. Irén néni itt van velünk. Irén néni, jó reggelt, hello! Szép jó napot kívánok, jó reggelt, ahogy szimpatikus, keményen indíthatunk ebbe a gyönyörű napsütéses időbe. Röszke Chicagóból. Röszke Chicago? Gyerekek, igen. Mindenki Hollandiában van. Egy kaffisokban ebben biztos vagyok. Lehet futni, edződni. Irénke néni, honnan hívtál minket? Röszke országhatáról, Kisszéksorsról, itt van a Chicago. Itt tegnap előtt 16 autót fogtam le, az emberek 5-6-ossával megtönve a kocsit a migránosoktól. Irénke néni, te vagy a mi határőrzőnk, akivel egy éve, két éve, három éve beszéltünk? Igen, igen. Oh, hát a... És azóta még jobban védem a kis határunkat. De durva. És mivel, hát mivel őrzője, mivel tartott föl az átjövőket? Saját testnel vagy fegyverrel? El kell bújnom, fedezékbe bújok, de ha kell, akkor futok, főleg amikor a szegény egyenruhásoknak futni kell, akkor gyerünk hajtani. Futni, mert hát ugye hiába kiabáljuk nekünk stába, de hogy állnak, meg futnak a rendőrök elől. Mit kell kiabálni? Imádom ezt a ma reggel, gyerekek. Angolul. Hiába mondanánk németül nekik, nem, úgy csinálnak, mint aki nem hal, de amikor már elfogjuk őket, akkor már azonnal értük, hogy zofort festén. És angolul kiabálsz az illegális igen. Határ átlépőknek, igen? Van, és mit kiabálsz angolul? Stab, Russian nationality, milyen nemzetiségű? No police, no police, nincs agresszív, hogy... De nem rendőrök, és nem agresszívak a rendőrök. Nicht agresszív. No police, nicht agresszív. Aha. És hogy igen. Kérdezed a nemzetiségét? Russian nationality. Russian nationality. Ez egyébként... Aha. Milyen nemzetiségű? Abban a pillanatban tudják mondani, hogy szír, afgán. Meg nem bántanak. Nem bántanak engem, hát például. És te éjszaka is kimész, Irén, mert tudom, hogy pár évvel ezelőtt beszéltünk, és mondtad, hogy neked van ilyen éjjellátó, távcsöved, és hogy te tényleg éjszaka is kijársz figyelni a zöld határt. Kim vagy éjszaka? Hát nem kell sajnos, mert itt a 3-as birtokomnál a kerítést éjjel-nappal törik. És nagyon sokszor mondják, hogy ne menjek ki. Miért? Úgyse bántanak. Nixt agresszív. Engem ne bántanak. És mi történt ma reggel? Volt valamilyen incidens? Ma reggel vagy tegnap este? Tegnap este igen volt. 4 kocsim volt tegnap este. 4 kocsid volt? Ez mit jelent? 4 kocsit kaptam el. Belgrádi rendszámúakat. Ide most nem mondom, de... mind külföldi rendszámúak. Az autó elugrasz, vagy autós üldözésbe keveredsz, Irénke, vagy hogy kapod el őket? Nem, fedezékbe bújok, olyan színű ruhával, mindig a terephez hasonlóan, és eléggé felvidítom a rendőröket is, hogy nem kell elkeseredni, mert vannak keseredve, hogy milyen kemény. Valóban kemény. Már mi kemény? Kemény munka. Ja, kemény munka. Aha. Nagyon kemény munka. Még mindig jobb, mint plakátot őrizni. Jaj, de kell őrizni. Normális emberektől nem kell őrizni. Igen.
De hát... Én nagyon szeretem a mai 70 pluszos hallgatóinkat egyébként. Jó. Én ugyanilyen nyugdíjas akarok lenni. Ilyen vidám, ilyen felszabadult, komolyan mondom. Komolyan, nem biztos, hogy... programot kell az embernek betervezni magának, és akkor... Igen. A magányt el lehet viselni. Te mit csinálnál Irénke néni, ha most választhatnál egy foglalkozást? Ugye lesz? Nézzétek szerint a challenge után rúgtánc talán. Sportrúgtánc. Rúgtáncolnál. A mai modern sportban ki se lehetne hagyni. Szép izomzat nőknek nem kell túlzásba vinni. És a standard tánchoz is kapcsolódik ez. A finom, jó érzék, szép technika. És hát apa is örül neki. Otthon. Igen, és hát kiváló alakot ad az embernek. Hát nem 70 évesen nagy, nem tudom, hogy 10-10, de nem azt mondják, hogy 45-50 éves vagyok. Akkor nem szabad elhagyni. Te sportolsz valamit, vagy mozogsz? Azon kívül, hogy üldözöd az éves határát lévő éjszaka rohansz után. Hát most sajnos csak lövészet. Cságántót, lövészet, és erre a rútásra szeretnék áttérni. Tehát lőni jársz, lövészet, lőgyakorlatokon? Igen. De azt a hobbi miatt? Helyezett voltam. De hobbi miatt, vagy emberekre, amikor őrzöd a zöld határt? Nem, hobbi. Tehát lőtérre jársz lőni. Finom érték. Aha. És minden? És ehhez azért nem baj, hogyha van egy kis erősebb izomzat, és kacsingatok ez a rútánc felé. Ja, hogy még most is kacsingatsz. Tehát, hogy elképzelhető, hogy rúdra pattansz, és rúdtáncolni fogsz. Így van. Végül itt az nem éjszakai bári rúdtánc, hanem ez egy nagyon szép sport volna. Hát igen. Figyelj, és a rendőrök mit szólnak, hogy segítesz nekik? Mondják, hogy köszönjük, elég, Irénke néni, ne csináld, ne veszélyeztesd a testépséget. Nagyon intelligensek, ez budapesti készenléti rendőrök, nagyon intelligensek. Aha. Már meg is köszöntem én is nekik, hogy Irénke néni, nagyon vigyázz magadra, nagyon köszönjük. Na meg persze, hát az van, hogy az egyenruhát meglátják, akkor abban a pillanatban menekülnek. Van olyan, amelyik már úgy keresi, hogy a magyar rendőröket keresem. De az igen kevés, inkább a menekülés. Aha, neked is van egy ruhád? Vagy te miben mész ki? Saját, mindig a terephez illő ruhába. Tehát amilyen színű? Nyáron a zöldbe, télen a fehérbe. Van fehér? Aha. Ne csináld, de van ilyen fehér óra. Kommandos ruhád nyáron, színesbe, télen, fehérbe. Én is kaptam az AVS Securitétől Németországból egy ruhát, de itt még egyáltalán nem kerestett meg a hatóságok sehol. Hogy no Irénke, akkor ezek után, ez a sok kemény szolgálat után megajándékoznánk, vagy felkérnénk, vagy mit tudom én. Hát pedig egy tiszteletbeli határő lehetnél egyébként, előléptethetnének. Igen. És hát amely rengeteget elfogok. Uh-huh. És akkor van nálad valami bilincs, vagy térdre kényszerítenő, vagy semmi? Nem is semmi? Kell, de nem kell, mert olyan szépen leültetem őket. Hova? Mit a Nimenzi Plác? A tűre. Mit mondasz nekik? Micsoda? Hogy kérem szépen, foglaljanak helyet, üljenek le. Aha, nincs túl. De mindig kérem szépen. Aha. Ez az én szókincsem. Na jó. Kemény. És akkor odaugrassz a kocsiel, és akkor mondod, hogy hát, ungár is a milícia. Nem. Mikor a gyalogosokat fogom el, akkor szépen leültetem, és akkor utána rohannak, mint egy őrült 120-130-al itt a kis betonúton az autók, és kapkodják őket fel. Hát abban a pillanatban hívom a határrendészetet, ha veszi, veszi, ha nem veszi, nem veszi. Ezt itt nem mondom a többit, de néha nagy a hócipő. Van fedő neved? Vagy tényleg van fedő neved? Semmi. Semmi, sőt, előfordult olyan, hogy 10-20-an vártunk több órát a rendőrökre, mert ugye nagyon kevesen vannak sajnos, és kérték, hogy csináljunk együtt fotót. Semmi akadálya. Sodót? Fotót. Ja, fotót, az egy sodót, jó sodót. Csináljunk együtt egy jó vannak. Mert valamelyiküknél volt egy kis aranybaluska, de sodó nem. Figyelj, és a fehér ruhát hogy néz ki? Ez egy fehér otthonka, vagy egy fehér konyharuha, vagy ez egy kezes lábas? Ilyen behegy kaptam a németektől ajándékba, mert kimegy ugye a hírünk, nem mindig szidják a magyarokat, és kaptam ajándékba direkt ilyen német határőr kabátot, ami behely. Aha, behely. Aha. És sajátomat vettem alá, nadrágot. Meg van fekete bőr szerkom, ugye, ami is nem tudja. Se rossz egyébként, azt is szeretem a fekete bőr szerkót. Jó korbácsal kiegészítve. Igen. Aj, Irénke, nagyon drága vagy.
Puszilunk, vigyázz magadra, elköszönünk, jó? Ez a szlogenjük a rendőröknek is. Micsoda? Mindig, hogy Irénke néni, nagyon vigyázz magadra, nagyon féltünk. Eredeti szlogen. Hát, igen. De igen. Nagyon jó, nagyon jó. Hát ezután a beszélgetés után egyiket lehet, hogy a magyar hatóságok is megkeresnek, fel fognak figyelni rád. Nem tudom, nem tudom, 3 év alatt még nem érdemeltem ki, úgy látszik. Pedig mindig meg itt a környékünkön. Hát, ami most megy ez alapján, lehet, hogy kinéz egy tiszti kereszt még ebben az évben. ahogy most állunk, szerintem nem sokára kitüntetnek, vagy a határon, igen. A határaim sarkán, mikor kín vagyok, ott lesz kereszt. Igen, vigyázz magadra, pucilunk. Itt megfogom a munka végét. No, nagyon jó kikapcsolódást. Viszalás. Köszönjük. Viszontlás. És egy rúdtánc versenye azért valahol benevezni. Jó. Intézkedünk. Puszilunk, vigyázz magadra. Igyekszem. Elekek, én nagyon szeretem ezt a mai napot. Komolyan mondom, nem tudom, mi vár még ránk, de eddig nagyon jó. Eddig nagyon jó. Eddig működik tényleg. Ez tetszik. Eddig nagyon jó. Megvan a kép, ahogy lopakodsz át a határon, és eléd ugrik Erzsike néni két ilyen fekete csíkkal a szeme alatt. Nix ugribugri. Üres, szidán, plac, polisz, please, bitte. Halt, hende, hoch, nicht schissen, ich bin Erzsike. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Érettségi csalások, de nem abból a szempontból, hogy diákok SMS-ét várjuk, hogy ők hogy csaltak érettségi, hanem sokkal inkább tanárok jelentkezzenek, mert hogy úgy néz ki, hogy külföldön sem mennek azért a szomszédba egy-egy jó ötletért, hogy mivel verjék át a tanárokat. Egy kazak fiú azt találta ki, hogy ő megpróbálja megmenteni a barátnőit attól, hogy megbukjon, és a tovább tanuláshoz szükséges pontokat ő akarta megszerezni egy egyesített központi vizsgán. Beöltözött nőnek, illetve beöltözött az ő barátnőjének a kazak fiú, és bement, hogy hát a barátnője ruhájába, parókába, kisminkelve próbáljon helytállni az ő barátnője helyett. Volt már kazak csajotok? Nem tudom. Nem éltem még igazán, de nem volt. Hogy van átjárás a két nem között náluk, így külsőleg? Hát, hogy nagyon hasonlítanak egymásra? Mondom, a műcici biztos volt. Férfias jelenségek? Hát nem tudom, hogy ő egyébként mennyire néz ki jól, de 550 ezer forintnak megfelelő büntetést kapott, és hazájában egyébként a romantika hőse lett, azóta a csajok arról álmodoznak, hogy de jó lenne mindenkinek egy ilyen pasi, aki bemegy a barátnője helyett vizsgázni. És rettegett a vizsgától a csaj, úgy döntött a fiú, hogy átvállalja. Egyébként nem elsősorban a külseje miatt bukott tőle, hanem a hangja alapján levezték le, mert hogy azt nem tudta elváltoztatni, szóbeli vizsgára ment be szerencsétlen, és azonnal kiderült. Figyelj, nézem a képet egy az egybe. Szerintem egy az egybe. A baloldali a lány. Azt mondod, mind a kettő ő. Mind a kettő, nem a jobb oldali nem a lány és a bal oldali a fiú, tehát mind a kettő a csaj, a bal oldali a közeli, a jobb oldali pedig a fiú a már fiú. Egy totál kép. A lábánál van bukta szerintem, az ilyen, ugye? Aha, igen, az egy picit furcsább, de... De én simán bevettem volna, hogy ő a csaj. Ajan, simán. Ajan, ha most hallasz engem, bejelöllek a fészen, légy jelölj vissza. Olyan gyerekek egyébként. Gyere, menjünk el a chat szobába. Olyan két pinyakoláda után vinnéd a chat szobába. Legyünk teljesen őszintén, hogy két pinyakoláda, de ha nem figyelsz oda, és már kicsit megalakultál, akkor azért ugye elviszed a chat szobába. Én fél deci seri brandy után is lehet. Tojástükör, fél deci tojástükör után, igen. Na, a fiúnak nem sikerült, de hát a diákok leleményessége az nyilván nem ismer határokat, és most nem arra vagyunk elsősorban kíváncsiak, hogy ti hogy mentetek át az érettségi vizsgán, sokkal inkább azt várjuk, ha tanárok ilyenkor már nem dolgoznak, és tudnak nekünk SMS-t írni, vagy akár hívni bennünket, mondják el, hogy milyen leleményességgel találkoztak már a diákok oldaláról. Tehát mit lepleztek le, mire jöttek rá, hogy vették észre, hogy egy-egy diák csalni próbál az érettségin, vagy nem tudom, egy témazáron, vagy zárt helyén, egyetemen, bármilyen szakvizsgán, hogy ki, hogy próbált az utóbbi években csalni. Jó? Tehát most a tanárok oldaláról közelítjük a dolgot. Kínában is egészen ügyesen csinálják ezt a vizsgáztatást, mert hogy amikor ott vizsgáznak, akkor 9 millió tinédzser vizsgázik. Egyébként csak így, tehát elképesztőek. Jó, hát a mások az arányok. Igen, picit mások az arányok. És...
Hát hihetetlenül érdekesen nyomják ők, mert hogy drónokat vetnek be, és azzal figyelik azzal figyelik a puskázó diákokat. Bocs, írod az írásbét, és fölötted meg megy a... Mennek a drónok, igen, mert hogy fél kilométeres körzetben képesek venni a rádióhullámokat, és beazonosítják a pontos helyet, tehát hogyha te megpróbálsz valamilyen csúcstechnikát bevetni... Mobiltelefon, meg ilyesmi. Mobiltelefon, bármi, akkor a drónok, amik a fejed fölött köröznek, azok egész egyszerűen kiszúrják, hogy te próbálsz a vizsgán valamilyen kis okosságot bevetni. Sok helyen új lenyomat leolvasót használnak, hogy ne mehessen be más helyettet vizsgázni. Egészen ügyesen csinálják a kínaiak. Mert hogy rengetegen más embert béreltek fel, hogy helyettük menjenek be. És bizonyos kínai iskolákban bevezették az új lenyomat olvasót. Jó, hogy nem retina szkenner, vagy hát mi figyel. Azért ez elég modern, hogy úgy vizsgálnak. Igen. Nem viccelnek. Igen. Na, és a drónokat felküldik, és a drónokkal figyelik a tanárok a puskázó diákokat. Azt nem tudom, hogy ők a szabadban vizsgáznak, akkor kint hát a stadion ez, alapján, nem? Igen, stadionban vizsgáznak egyszerre 3000-en, és ott repkednek fejed felett a drónok, vagy az osztályteremben? Azért ez picit nehéz elképzelni. Ez vizsgázó stadion. Esélye nincs rá, hogy súgja másiknak, mert 4 méterre vannak egymástól a diákok. Nagyon kemény. Na, ide mondjuk kell a drón. Kiencsin! Kiencsin! Tiencin? Én csak átszóztatod, hogy a 6 sorral arrébb, ahogy hívják, csak haverodnak. Megbeszéltek, hogy segítesz. Én se tudom, hagyjál ez! Igen, a klasszikus mondat, hagyjál, mert én se tudom. A rohadék, hány ilyen osztálytársam volt, igen. És egy perc után másik papírt kért, mert elejírta. Nem, mert azt elrontotta az elsőt. Igen, a rohadnál, meg hagyjál már, én se tudom, ez volt rájva. A válaszok mindig. Rágtam a tollamat, néztem nagy szemekkel előre, mondom, hát valami csak lesz. Készülni kell, hogy csak lesz. Tudod? Készülni. Segíts már, hagyjál már, én se tudom, és már látom, fordítja az A4-es. De ilyenkor egyébként hát, az ember tényleg miért nem rohadsz, a tanár még el sem mondta a kérdést, lesetette a krétát, a gyerek már mellette fordítja az A4-es gimibe. Hát mondom, mit írsz, te az önéletrajzodat? Nem, el sem mondta a tanár a kérdést. Mondom, Norbi, segíts már, hagyjál már! Nem tudok. Én se tudom. És azt látod, hogy nem áll meg a jobb keze, úgy ír. Hát mondom, azért valamit mondta. És időként megáll, az kicsit ilyeneket... rázza, masszírozgatja, igen, mert igen, már az inhüvelygyulladás kikezdte. Nem tudom! Kicsit bekapcsolta, én épp lerajzoltam az első kockát, rajzoltam egy nyúlfejet, fölírtam a nevemet, érted? Kezdtem megemészteni a kérdést, fészkelődtem, néztem rá a táblára, hogy akkor most miből írjuk. Rárajzoltál egy brét. Ilyen nyúlfej szép lett legalább. Nyúlfej, nagyon szép. El már fordítja mellettem a papírt, én már írja a másik oldalt. Rettenetesen frusztráló volt. Aztán nézzétek meg. Ugye? Semmit nem jelent. Semmit nem jelent. Ez tudás. Tanul, stréberkedett, érted? Végignyalta 4 évet, és... Oszt, és most, hogy ügyvéd lett, vagy vállalatigazgató, és... Traktoros. Mit csinál? Egy jó traktorhoz ma már kell egyébként. Egyébként egy jó Ferrari traktorhoz, Lamborghini traktorhoz, beülsz, és a büdös életben nem vezeted el. Egyébként. Hát akkor a végzettségkel, persze. Be kell programozd a szántó területet, hogy hol forduljon, megy magától. De kell már tudás. Buktatok le puskázással? Tőké hülye kérdés, mert te soha nem puskáztál. Igazad is van, nem kell tudni. Velem sajnos előfordult egyszer-kétszer, de hát én ugye nagy klasszikusokat tűztem. Hát ugye viszonylag ritkán jártam miniszoknyában, tehát ezt a combomra írom, és felhúzom a miniszoknyát, azt nem tudtam alkalmazni. Lehet, akkor csak tolod le a gatyádat. Azt. De volt nagy klasszik, az egy félkör alakú kartonpapírdarab, rajszöggel felnyomva, az asztalnak a lapja ja, alá. Ja, az klasszikus, persze. Ez klasszikus. Kifordítós, visszafordítós. Az első ilyen, amit csinált egy haverom, mert én ugye nem ezt fölnyomta, kifordította, és rájött arra, hogy pont fordítva. Hogy rosszul te. Igen. Az igazi ilyen. És kezdődik minden előről, tudod. És akkor ugye így kell nézni. És akkor rohadt életben, és akkor meg kell fordítani. Igen. De hát ezek azért nem voltak rosszak, tehát hogy szerintem ezek mindig működtek. Jó, hát meg órákon, persze ráültél a könyvre. Álljon fel. Nem, sajnos nem a vízületes. Össze kell csípni combbal a könyvet, és föl tudsz állni. Na, várjuk tanárok jelentkezését, jó? Drága tanár hallgatóink, írjatok nekünk, hogy hívjatok bennünket, hogy a ti diákjaitok hogy puskáznak, mi volt a leghajmeresztőbb dolog, amit lelepleztetek, és mit kellett csinálni az adott diákkal, hogy végre beismerje, hogy puskázott, hol vettétek észre, a budiban kaptátok el, hogy éppen tételsort cserélnek az osztályban. Illetve hát pontosabban milyen trükköket alkalmaznak most a diákok? Telefonnal, okostelefonnal, iPaddel próbálnak benneteket átvágni jelentkezetet. És csak az érdekesség kedvéért írjátok meg, ha találkoztatok már olyan diákkal, aki készült. Állítólag ilyen is van, de hát mi ezt azért nem nagyon valakiről, aki hallott valakiről. Na, itt van egy hallgatónk, József a vonalban. Hello, jó reggelt!
Jó reggelt, fiúk! Jó reggel, ciao. Te tanár vagy, vagy iskola igazgató? Én mind a kettő. Nem zárja ki egymást. Igen, igen, a kettő nem zárja ki egymást, igen. Na, milyen suli ez? Gimnázium, általános iskola? Ez egy művészeti szakközépiskola, ahol csupa olyan gyerek jár, akikről ti nem beszéltek. Aha. Képzeljétek el, ezek készülnek. Ezek szeretik, amit csinálnak. Ettől függetlenül biztosan puskáznak, de hát azért drónjaink nincsenek, örülünk, ha egy normális magnónk van, nem hogy drón lenne, de a lényeg az, hogy nekem kőkorszaki emlékeim vannak ilyen dolgokról. A mostani ügyekben hát még az okos telefont is kirakják az asztalra, hogy aztán van-e póttelefon, nem tudom. A lányok továbbra is szoknyában vannak, és azért régen emlékszem, az én csoporttársaim a bölcsészkaron azok úgy puskáztak, hogy a szoknya az rétegelt volt, és föl lehetett hajtani az első réteget, ott volt a puska. De én szerintem most ez már nem annyira dívik. Szerintem ezek a fiatalok okosabbak sokkal, mint mi, és pontosan tudják, hogy a stressz az sokkal jobban árt nekik, és a puskázáskor nagyon-nagyon mélyen stresszelnek. Tehát inkább fölkészülnek, mint hogy abba az idegbajban legyenek, téged hogy még inkább tovább gátolják meg. Tessék? Téged tényleg ezzel etetnek, hogy tanár úr, mi nem puskázunk, a stressz az tönkretenni a vizsgát? Nem, mi őszinte viszonyban vagyunk egymással, beszélgetünk, és ez gyakran előjön, hogy a nem készülés az egy olyan idegi állapot, ami nekik nem hiányzik, és mert ugye ők művészek lesznek, ők pontosan ismerik a lélek rejtelmeit, hogy hogyan működik az, amikor éppen egy alkotói mámor, vagy éppen egy fölkészületlenség stressz. Hát ők nem állhatnak ki például a szakmai vizsgájukra úgy, hogy nincsenek 100%-osan birtokában a például a szövegtudásban. És te kirakatod velük az okostelefont azért egy vizsgát? Hát, nem én, hanem mindenki. Az érettségi vizsgán az asztalra kirakják a telefonokat, és azt elvileg nem használják, felügyelő tanár van, aki figyel, de hát a drónt azt nem tudjuk pótolni. Aha, de azért őket is csak zavarba lehet hozni egy-egy kérdésen, mit tudom én, kinek a tulajdona a Golgota, a Magyar Állam, B, Pákin. Ilyen, ennyire aktuális kérdés nincs az érettségben, az érettségi feladatlapokat egy-két évvel ezelőtt fogalmazták, írták a kollégák, úgyhogy az ennyire aktuális ügyek nincsenek. Meg erre most elég nehéz konkrétat válaszolni. Csak ott van egy lehet, bajban lennék. Igen, ez most egy erős X. De nem, teljesen egyértelmű választható rá, a tulajdonos is megvan, meg az állami védettségbe helyezés egy másik jogi procedúra. Ennyi. Nem túl sportszerű, de mindenképpen. Ezt Lázár miniszter úr is elismert, hogy nem túl sportszerű, de az itthon tartása érdekében a képnek hozták ezt a döntést. Igen, hát azért ez morális szempontból azért az erősen megkérdőjelezhető, de minden esetre igen. Nem fair play díjra hajtunk, ugye? Így van. Visszatérve a témánkra, volt egyszer egy olyan osztályunk, annó még a múlt évezetben, hogy ők egy adóvevőkészülékkel dolgoztak, nem érettségi vizsgán, hanem kísérettségének neveztük, helyi szakaszvizsga a hivatalos neve, és több vizsgát végig súgtak egymásnak, a fiúknak hosszú hajuk volt, akkor még ilyen zsinóros, fülhallgatós megoldások voltak, de lebuktak szegények ők is. Úgyhogy. Észrevették őket. Hát a zsinóros az meglehetős, az kőkorszaki. Úgy buktak le, hogy egy fegyelmi tárgyalást csinált az akkori vezetés, és valami hamisítás bármi miatt, és akkor a gyerekek kihangosították ezt az egészet, és egy másik teremben hallgatták a fegyelmi tárgyalást, és oda bement egy tanár, aki észrevette, hogy valami rádió vetíti a fegyelmit. Ez mondjuk egy picit erős. Hát köszönjük, hogy elmondtad, József. Olyan sok konkrétumot nem mondtál, illetve pontosabban nagyon jókat mondtál, hogy a mai diákok már inkább készülnek. És azért ez fontos. A mi iskolánkban biztos, hogy ez inkább a jellemző. Persze. És aztán biztosan megvannak a maguk kis módszereik, amiket vagy tudnak csinálni, vagy pedig hiába próbálkoznak, nem sikerül. De olyan botrányunk az elmúlt években nem volt egyáltalán, hogy mondjuk meg kell óvni egy vizsgát, mert hasonló hülyeségekkel vannak teleírva a dolgozatok, és így tovább. Tehát, hogy terjed a hülyeség úgymond. Mert ha mondjuk a jó hír terjed, azzal nem olyan könnyű lebukni, de olykor ilyenkor ebben az idegállapotban a hülyeséget is egyformán írnák le, és ilyenünk se volt az elmúlt években. Köszi, hogy elmondtad, jó munkát nektek! Köszönöm. A gyerekek, nagyon sok tanár jelentkezik egyébként, hogy náluk a diákok mit csinálnak, hogy puskáznak. Úgyhogy várjuk még tanárok jelentkezését.
ú, de felpofosztam magam a fülessel. Atya úristen. Olyan jó az a kis összeugros dolog benne, ugye? Ú, igen, összeugrik, ez ilyen szoros, és ha nem kicsúszik a kezedből, akkor felpofosz. Fú. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak nekünk tanárhallgatóink. Ugye arra kértük őket, hogy jelentkezzenek, és mondják el, hogy az ő diákjaik, hogy próbálnak, vagy próbáltak régebben puskázni. Tehát most kifejezetten tanár oldalról próbáltuk ezt a témát megközelíteni. Azt mondja, hogy én orosz az a dolgozatnál kérdeztem a legjobb tanulót, hogy mi az a ja nye znajú. A választ nem tudom. Pedig láttam, hogy már mindenre válaszolt. De jó, ez szellemes. Az eddigi legjobb puskázást az a diákom követte el, aki törött karral a gipszére írta fel a német szakdolgozatot, valamint a szavakat. Mivel ezek a gipszek össze vannak firkálva, az osztálytársak által le sem bukott. Ez is egy jó ötlet. Jó, jó. Meg a gipszet nem adatják leveled, mint a mobiltelefon. Az meg a másik, igen. Azt mondja, hogy van, aki úgy buktatta le a saját diákjait, hogy más papírt osztott ki, egy pár milliméterrel keskenyebbet, mint amire ők ezt becseréletik, és amikor ezt látta, hogy valaki kicseréli, akkor rájött, hogy nem az általa megadott papírra írta föl a tételt. Milyen raszkós. Ez nagyon ravasz egyébként. Ahogy csak összegyűjtöd a dolgákat, kicsit így megcsapkodod, az és már látszik, ami kilóg. És akkor na, ez kicsoda, Kovács, jöjjön csak ide. Hú, de zseni. Akkor. Igen, mert az ment az a papírra, megkapod, kidolgozott, kicseréled. Azért ezt sokan csinálták. De ez egy okos ötlet egyébként, nem? Azonnali bukta. Igen. Itt van egy hallgatónk, Péter. Hello, Péter, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Péter. Hello! Szia. Na, te nem igazából a tanár oldalról közelítetted ezt a dolgot? Hát én nem puskáztam, és nem is tanár voltam, így van. Igen, te mit csináltál? Hát levizsgáztam a barátnőm helyett egyetemen. De már, hogy bementél helyette? Igen, bementem helyette. De te is úgy, mint a kazak fiú, hogy lányra költöztél? Nem, azért ennyire nem, ez írásbeli vizsga volt, úgyhogy teljesen férfiúi formában. Be kellett menni, le kellett adni az indexet, én az ő indexét adtam le, beültünk a sorba, leírtam a három tételét, és egészen a végéig nem írtam föl a nevet a sarkába. Hát kínos lett volna, hogy elsétál mellettem a tanár, aztán ott van, hogy Krisztina, tehát. És akkor a végén, amikor összezették ezeket a dolgozatokat, akkor írtad rá a neved? Akkor persze gyorsan a végén. Hát kicsit figyelni kellett arra, hogy ne legyenek túl szálkás férfias betűk. De mi a bárki bemehetett erre a vizsgára? Ez egy elég jó sír. Hát bárki nem mehetett, de hát nagyon sokan voltak, mit tudom én, voltak százan a vizsgázók, úgyhogy elcsúszott közötte, hogy... Ahogy letetted hát az nagyon, indexedet, akkor nem nagyon néznek bele? Elváltam az indexemtől. Hát azt belépéskor oda kellett adni a tanárnak az ajtóban, és nem nyitogatta ki mindegyiket, és nem nézte meg a fényképeket. Az milyen csúnya lett volna azért belenéz, nem? Hogy hívják a barátnődet, vagy hogy hívták akkor? Krisztinának hívták. Krisztis kinyitja, és ó, Kriszta. Hát ráadásul egy kínos lány volt, ez Egyet, te pedig megérkeztél. De ez kell lélek jelenlét. Hát azért én például nem mertem volna ezt megcsinálni soha. Tehát, hogy én ez túl zíz vagyok. Biztos, hogy belettem volna csak ízve rendesen, hogy ó, én is nagyon gyáva voltam, de nagyon szerelmes. És akkor megcsinál mindent az ember. Hanyasra írta Kriszta azt a vizsgát? Hát az volt a kellemetlen a dologban, hogy én ötödéves voltam, ő meg harmadéves, és tehát ő harmadévesen vette föl ugyanazt a tárgyat, tehát nekem nem kellett kétszer megtanulnom, én már ötöste levizsgáztam ebből a tárgyból. Én már azt tudtam. Bementem vizsgázni, csak nekik eltérő volt a tételsoruk, három másik tétel volt, mint nekünk. És az egyik kérdés az ebből a háromból volt, ezért aztán csak három. És mi lett a barátnőd? Tehát miként végzett aztán? Jogász. Jézus Mária. Jaj. Ha nem megyek hozzá, ha jogi problémám van. Ha így végeztel az egyetemet, akkor... Egyébként nagyon jó. Igen? Behozta a lemaradást? Abszolút. Tehát, hogy jó jogász lett belőle. Jó nevű, így van. Jó nevű jogász. Jobb, hogy a sebész lett volna belőle. Egyébként igen. Igen. Együtt vagytok még? Nem. És te is jogász lettél, és ő is végül mind a ketten ügyvédként dolgoztak? Nem buktunk le, tehát sikerült. De küldött egy másodpéldányt a diplomájából? Megköszönte másként. De hogy jó jogász lett akkor belőle. Nagyon igen. Ez fontos. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Sziasztok. Hello. Ügyes. Na, ez jó. Hát a szerelem. Nálunk volt azonosítás, tehát nálunk bementél, és vagy személyit kértek, vagy ugye elkérték szintén a
kis indexedet, de azokat nálunk megnézték. Tehát ezt, hogy valaki helyetted menjen be, ez például mi már egyetemen nem nagyon tudtuk megcsinálni. Sebestyén Balázs. Sebestyén Balázs. Bárki mondhatja. Igazolja magát. Bizonyítsa be, hogy jön Sebestyén Balázs. Tehát nálunk ez, hogy bemegy valaki. Olyanról hallottam már, hogy a személyigazolvánnyal volt némi trükközés, ezt azért így mesélték, ezt így hallottam. Aha, igen. És mit lehet trükközni a személyivel? Hát ez lehetett régen. A régivel. A régivel. Nem kellett más, csak egy hajszárító, meg egy körző, és akkor bárki bemeltett bárki helyett vizsgázni. De hát ezek, régi történetek már ezek. A régi fólia személynél azért még nagy csodákat lehetett végrehajtani. Lotti itt van velünk. Hello, Lotti, jó reggel, ciao. Jó reggelt mindenkinek. Szia. Micsoda vitalitást, mit tanítasz, Lotti? Én kémiát tanítottam, most már éppen nem a pályán vagyok, viszont nálam kötelező volt puskázni a diákoknak. Na, kötelező volt puskázni? Tehát te írtad kötelező elő, volt hogy... puskázni. Na most két dolgot csináltam a diákokkal. Egyrészt megkértem, hogy írják meg a puskáikat, minél szellemesebb a puska, annál... jobban tudom értékelni, és óra előtt, dolgozat előtt adják be. És én ezt le fogom osztályozni. Természetesen csak akkor kapott, csak ötöst kaphatott a puskára, csak akkor, hogyha az hibátlan volt. Ez volt az egyik. Ha kétszer megírta a puskáját, akkor viszont, ha a másodikkal elkaptam az órán, akkor azért bekapta a saját büntetését. Viszont volt egy másik nagyon fontos dolog, ami a puskázáshoz kellett, hogy egy 20-25 kérdésből álló nagy dolgozatnál, egy egész órásnál, az óra utolsó 5 percében elővehette a tankönyvét, a füzetét, és ha valamelyik kérdés nem tudott válaszolni, kikereshette a választ. Ezzel arra kényszerítettem, hogy egyrészt az órán jegyzeteljem, másrészt nézze át a tankönyvet, húzza alá a fontos dolgokat, tehát tanulni tanítottam. Nagyon, ez nagyon, tehát nagyon jó hozzáállás. Tehát innentől kezdve 20-25 kérdésből nem tudja megírni 5 perc alatt a helyes válaszokat, mert ugye úgy volt összeállítva. Persze, az egészet nem tudja. Ha egy kérdésre úgy érezte, hogy ez neki fontos, akkor onnantól kezdve a tankönyv ki volt preparálva, be volt jegyzetülezve, úgyhogy nálam ezért volt kötelező a puskázás. De jó, Lotti, de kár, hogy nem nálad tanultam. Komolyan mondom. Mások is mondták. Igen. Itt maradsz velünk Owen Bácsi játszani, ha már így összefutottunk? Hát, rápróbálkozom, de zenében nem vagyok túl jó. Nem baj, kicsit segítünk neked, jó? Figyelj, majd megmutatjuk, hogy mit csinál Owen Bácsi Beru néni. Jó, hallgass meg, figyelj. No. A nagy klasszikus, a nagy klasszikus. Gyakorolnak egy picit fénykardon. Igen, igen. Na figyelj, mutatjuk, hogy mit énekelnek. Lehetőleg nem az eredeti, Jules, ugye? Nem az eredetit, mint tegnap. Ez az eredeti, de hogy Peti által. Jó, figyelj, jön egy rövid részlet. Na mi lehet ez? Ismerős, de most nem ugrik be. Be fog ugrani. Meghallgathatom még egyszer. Mutatjuk, figyelj. Hú, de ismerős. Nézd bele a puskádba nyugodtan. Mi is használj tankönyvet. Mutatjuk. Ott bent én állok, nincs puskám, úgyhogy leálltam a kocsival. Mutatjuk még egyszer, hallgass meg. Órákig tudnám hallgatni. Hosszabbat kaphatnék? Persze. Hosszabbat, persze. Persze, hogy kaphatsz. Figyelj. Jaj, a her. Így van! Jaj. A Janit a világból ki lehet vele ütni. Én nagyon kedvelem. Nagyon sokáig tudnám én is hallgatni, nagyon szeretem. Hallgassátok együtt. Én nagyon kedvelem. Ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag, a bögrét kivettük, Lotti, de a többi benne marad, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. További jó reggelt, jó morning show mindenkinek. Köszönjük neked is. Köszönjük, drága vagy. Puszilunk, ciao. Szia. Ciao. Hello. Te tényleg nem szereted a hert? Ennél, nem bírod? Ennél műanyagabb. Mi? Olyan muzsikálás van, hallgass meg. Óriási zene. A zene az oké, az egész úgy ámblok. Zseni. Jó. Megy a halálba, a pusztulásba, érted? A helyet annyira hitelesre. Meg fogod a fejed? Kamu hippik, kamu katonák, az egész sztori. Annyira műanyag, Jézusom. Hát amiről szól azért, az nem feltétlen műanyag. Nem, az üzenete az szép megint, de hogy érted, hogy jöttek a kamu hippik, mindenki tiszta volt, mint a skatójában húzták volna, aki senki se. A hippiség, ez nem erről szól. Én kedveltem. Amikor Berger felmegy az asztalra és táncol! Öcsém, hát az maga volt a lázadás! Hülye rocker!
Minden, ami ön érzelem van, ti rockerek, alapból elutasítjátok, ez veletek a baj, hogy szégyellitek a saját érzéseiteket, hogy bőgtél a heren. Igen. És ezt nem tudod azóta megbocsátani magadnak. Hogy és mindig akartam volna egy olyan szőke srácot barátnak, és együtt motoroztunk volna. Vietnámba, és ez elment a barátja helyett, és ott bőgtél, és törölgetted a taknyodat, és azt mondja, úristen, csak a többi rocker, nehogy meglássa, hogy bőgöd. Elnézést, közkodalán. Tegye meg, hogy nem énekel. Köszönjük szépen. Tetted föl a lábad otthon a konyha asztalra. Köszönjük. Apád adott egy pofont, hogy föl ne menj. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.